Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Sziasztok! Hello Feri! Hello! Minden drága hallgatónak, aki már ilyen korán reggel fent van. Kaptam levelet, a, nem tudom mondani, mert nem hoztam be. Vehetek érmét. Na jó, van akkor. És képzeljétek, engem megkereste valaki, de nem tudom ki és mikor. Igen. Ez így ebben a formában jól hangzik. Ma reggel vettem észre, hogy valami levél ott van a kocsimban, de gondoltam, behozom, hogy nem, de aztán nem hoztam. Hát, ez avas lehet az első megszólalása. Az megvan, hogy mi van benne? Vásároljak 6900 forintért valami érmét. Eddig tudtam elolvasni, ti is kaptatok? Vesztek? Akkor legalább megnézném, hogy mi, vagy hogy kellene nektek, mert akkor én megveszem. Folyamatosan. Mi kapni szoktunk, és általában ezeket úgy iktatom, hogy van ennek sokszor ilyen cellofán előlaprésze. Kinyitom a borítékot, a cellofán előlaprészt azt leválasztom, azt bedobom a kukába, a boríték többi részét pedig, ami újra feldolgozható, azt egy az egybe beteszem a szelektívbe. Kb. De mit csináljuk vele? Kell nektek érme? Mert akkor szívesen. De te megveszed, és nekünk adod? Ja, úgy igen. Nem, hát ha nektek kell, mert lehet, hogy ti nem kaptatok. Az első 200 000 visszaküldő kap, azt hiszem, kedvezményes áron. Ez ugye, azt hiszem egy 200-as, ami 99,9 tisztaságú ezüstből készült. Ez nem az, ez egy... Igen, bankszámlak. Jó, engem az is jól lehet. De hogy csak ez 6000. Ugye 6000 vagy 7000 forint, aha, és ma reggel bontottam ki, és egy piros lámpán egy három pillantást vetettem rá, mert ott nézem át mindig a leveleimet, és gondoltam, hogy összesen hozok nektek. Aha. Ha, vagy megveszem, ha ti ezt gyűjtitek, vagy ti esetleg nem kaptatok ilyet. Rendes. A 6000 a kedvezményes? Igen, kedvezményes áron tudod megvenni, és utána majd biztos egy kicsit drágább lesz. Aha. Illetve pontosabban azért ennyi, mert 200000 van belőle forgalma, vagy lesz belőle forgalomban. Aha. Ez az érme kibocsátó intézet, azt hiszem. Hogy 8000-ért vagy 10000-ért el tudjuk adni később, mert akkor viszont fedd meg az összeset. Uh-huh. Akkor vásároljuk fel az összeset. Vásároljuk fel, és aztán később meghirdetjük. Igen, igen. Figyelj, nekem inkább mondjuk egy 1000 darabot hozzá majd az új 10000-esből, jó? Jó. És akkor a barátomnak is tudok belőle adni. Osztogassak egy párat. Mindjárt csak gondoltam, megkérdezem, mert... Ezek jó pofák. Hogy kerül a címük hozzád? Tehát tudják, hogy te nagy numizmatikus vagy? Szerintem ezt elküldik mindenkinek. És akkor aki először visszaküldi a válaszlevelet, az kap, ha igényt tartasz rá. Aha. Én nem tudom, én nem kaptam. Te kaptál? Ja, te kaptál. Kaptatok ilyet? Igen, igen. Ja, igen, te is kaptál. Mondom, én gyorsan iktatom ezeket a dolgokat, mert nem vagyok erre a vonalra nagyon rágerjedve. Van egy része a numizmatikának, ami érdekel. Nagyon régóta kacérkodok például azzal, hogy egy első István korabeli ezüstdukátot vásároljak magamnak az egyik internetes portálon, mert ott vannak fönt olyan numizmatikusok, akik rendszeresen feltesznek ilyen jellegű dolgokat. Én azt gondolom, hogy annak rettenetesen komoly eszmei értéke van. Van is egy-két dolgom már otthon ilyen jellegűek, mondjuk elsősorban papírpénzek, ilyen Kossuth bankok, meg ilyenek. Szent korona másolat. Persze. Itt lehetett, azért csak megvettél. Tehát, nagyon szeretem a történelmet, érzelmileg kötődöm az ilyen tárgyakhoz, mert hihetetlenül izgalmasnak tartom azt, hogy mondjuk ott van a kezemben egy ilyen Kossuth bankó, amit annak idején a 48-as forradalmi szabadságharc alatt használtak, és forgalomban volt. Szerintem ez hihetetlenül izgalmas, és ha meg abba gondolok bele, hogy mondjuk egy ezüst dukát van a kezemben, ami nem egy túl szép pénz, hát hogyha mondjuk mostani szemmel nézzük a dolgot, kicsit el van ütve, kicsit el van nyomva, a pici kis vékony kis aprócska pénzecske, tehát azért bele gondolok, hogy 1000 év van benne, azért az kemény. De az hogy erős adják azt? Nem olyan drága. Nem olyan, pár tízezer forint, igen, van belőle azért. Én azt hittem, hogy ez azt hittem, ez drágább. De nem is ez a lényeg, szerintem, mert az eszméért viszont annyira komoly, hogy ott tartani a kezedbe egy ilyen kis tárgyat, hihetetlen. Na mindegy, jó, hát akkor nem veszek, akkor kidobom. Tessék? De se rossz. Hát most lehet. 1000 év múlva ennek is lesz értéke. Az biztos egyébként, gondolja igen. Gondolja a vonokáidra. Hogy mi, hát miért? 1000 év múlva. Ja, 1000 év múlva? Igen. Hát kérdés, akkor már mi lesz, igen. Lesz-e még pénz, vagy fémpénz, akkor már szerintem ezek nem így mennek majd. Ezért vettem annak idején például telefonkártyákat.
végtelen tetteket. Nem ilyen, nem tudom hány egységes telefonkártyákat emlékeztek még annak idején. Ez egységes volt. Nagyon mentek. 50-120 egység, igen, 70 egység talán, igen. És annál értékesebb volt, minél kevesebb példányszámot készítettek belőle. És én ebből annak idején vettem, és vannak otthon lecellofánozott telefonkártyám, hát ha majd nagy pénzt érnek annak idején. Emlékszem, hogy Nyugatiba volt egy srác, vagy több srác is, akik ilyesmikkel kereskedtek, és nekik rengeteg ilyen volt. És már akkor éreztem, hogy hú, ez nagyon fel fog futni. Hú, öcsém, mire költjük majd azt a sok pénzt, amit semmi nem lehet. Hát, és ráadásul le se telefonáltad az egységet, ami rajta volt, hiszen ha fölbontottad és elhasználtad, akkor már nem ér annyit a kártya. De lehet, hogy az is egyszer. Pont tegnap hallgattam a Kossuthon egy interjút arról, hogy az írógép gyakorlatilag eltűnt, ha belegondoltam. Teljesen. Volt 150 éve, vagy körülbelül 200 éve az írógépnek, amíg használtuk, és egyszer csak az, hogy mindenki számítógépen írt, tehát egy darabra nincs szükség, és nincs is igazából értéke. Hát ami mondjuk régi, a kezdetektől indult, ugye az első darabok, azok értékesek, de ma már egy Erika írógéppel senki nem büszkekedik, hogy van neki. Na így járt János a telefonkártyával, és még egy csomó mindent tudunk mondani. Emlékszem, tényleg telefonkártya dedúra volt, megvetted, ha a szerencséd volt, végtelen tette, tudtál venni, és tényleg egységekre bontva tudtad megvenni, és kártyás telefonokkal tudtál telefonálni. Az aluljáróba. Hogy végtelen. Megcsinálták, ez volt, nagy divatja volt ennek, igen, hogy végtelen tett telefonkártyát, valahogy a csipet meghekkelték, és nem pörgött a szám. Ja, ez nem fogyott az egység. Ez nem hivatalos nem, volt, nem. Ezt ügyeskedők aluljáróba megvetted a végtelen tett telefonkártya. És akkor bármennyit tudtál vele telefonálni, és amikor bejöttek a mobilok, ugye ez akkor volt nagy szó, hogy te mobil tudtál hívni végtelen tett telefonkártyával. És 50 ezer volt egy ilyen kártya, de nem pörgött le róla az egység. Valamit ott áthúztak azon, aki ilyen csipesek voltak ezek a kártyák, és ott valamelyik kis áramkört, vagy nem tudom, valamit meghekkeltek. Az elmúlt 10 évben nincs olyan zsíványság, ami nem jutott el a palásba. Gyerekem, mindenben otthon vagyok. Mindenben. Az utcán nőttem föl, ott nevelkedtem, mindenről tudok. Ha kell, biztosítom, csalás, végtelen tett telefonkártya. Nem, ez nagy divat volt. Nekem sose volt rá pénzem, csak tudtam, hogy van ilyen. Meg tudtam, meg nekem is ajánlották, hogy vegyek, de hát akkor mit tudom, 94-5-ben ilyen 50 ezer forint, hát hogy? A rengeteg pénz volt. Rengeteg pénz volt. És az milyen mérges lehetett az az ember, aki megvette, és egy hét után ezek leálltak. Igen. Igen, vagy megvette, csináltál egy 0690-es céget, megvetted, végtelenített a telefonkártya, és hívtad a 0690-es céget, mert 90-est is lehetett róla hívni. Ja, és akkor neked és neked pörgött a pénz, igen. Ebből elég sokan. De ezt hallottam. Ezt is hallottam, igen, világos, hogy voltak ilyenek. Hogy nem valaki. Hogy nem valaki csinált ilyet. Vannak a világban. Mik vannak, mi? Bizony. Nyitott füle kell járni, gyerekek. Hát az ember még ott gimnazistaké, nem tudta, merre megy tovább. Hát igen. Ott még mindent hallott. Csak álmodtál a nagy bizniszről, hogy ez lesz majd, nekem is lesz egyszer egy 90-es cége. Valamit kellett csinálni, hát ez nem úgy van. Az ember nem kapta készen azt, amihez jutott, hát akkor még okoskodni kellett. Én egyszer, nekem az egyik ilyen, hogy Jani, hogy malmoskodott meg, hogy ahogy a bűn útjára léptem, egyszer addig duruzsolt valamelyik munkatársam a fülemben, még annak idején a budapesti tejipari vállalatnál, hogy micsoda biznisz, hogyha az ember lenyúl 25 kg kakaóport, ha jól mondom, hát akkor nyúljak egyet le. És lenyúltuk, eldugtam egy gépnek a burkolata alá, ami nem működött, és gondoltam, hogy majd valamikor lesz kicsempészünk, majd valamikor értékesük, szánom, bánom a bűnömet, egyébként tényleg akkor ott, hogy én a bűn útjára léptem. De valójában mégsem, mert hogy elmentem katonának, visszajöttem, elmentem máshova dolgozni, és akkor jutott eszembe, hogy ott van már gyakorlatilag másfél év a kakaópor bent a gépnek a burkolata alatt, és hogy arról megfeledkeztem. Tehát, hogy annyira nagy biznisznek tartozom ezt a dolgot, és hogy ott hagytad bent? Hogy ott hagytam, igen, addig vártam. Nem, most nem! Nem, most biztos észrevesznek. Ú, nem, most megkérdőzték az őrséget. Nem, hogyha kidobom a kapun, biztos valaki meglátja, és akkor, vagy a falon át, és akkor majd elviszik, és akkor nem lesz belőle lóvé, és akkor, ú, nem most, majd a jövétel. Na most ezt addig tologattam, amíg gyakorlatilag elteltek. Lehet, hogy mai napig is ott igen, van még. És lehet, hogy még mindig ott van. Ez és azóta már nagyon értékes lehet az a jó kis tömbösödött. Menjünk, nézzük meg, hát lehet, hogy ott van. Ja. Hol volt? Azóta már Lanon. Működik, ja, azóta már más. Igen, lehet, hogy már gépek sincsenek meg. Lehet, hogy inkább bontották szét. Már franciák üzembe vették már, igen, ezt? Igen. Hát az nem biztos, hogy szétbontották, nem? Aha, lehet, hogy azóta ott van. Mennyit kereshettél volna vele? Fú. Szerintem egy olyan 2-3 ezer forintot. Hát körülbelül. Akkor az nem volt a rossz pénz. Állítólag, akkor, hogyha bementél, itt tudom én, egy cukrászdába, vagy valamilyen sütőipari céghez, vagy magánzóhoz, akkor el lehetett adni ezeket a nagyon tételű kakaóporokat is. Ez egyik kollégám ezt így csináltam.
Hát igen, így családban 25 dekenként szétosztogat. Hát igen, igen. Sziasztok, és itt egy újabb karácsony. Fogadjatok el, félki a kakaópot. Nagyon jó minőségű. Bocs a csomagolás. Az elég nehezen fogyott volna. Hát igen, igen. De na, ez volt az én. A nagy bizony. Ez volt az én nagy történetem, amiért majdnem. Középiskolában Batonyán nálunk az egyik ilyen kihelyezett helyszínünkön, ahova el kellett menni gyakorlatra, ott szerelték össze a Shakespeare horgász orsókat, kérlek szépen. De menő volt, annak is az volt. Júj, de nagy szó volt az horgászorsó, és akkor mi kitaláltuk, hogy darabonként kivisszük. Már az orsó darabonként? Igen, igen, mert hát ugye egyben nem tudtad kivinni, átvizsgáltak, de hogy mi azt csináltuk, hogy összeraktuk őket, és akkor kivittük, és gondoltuk, hogy otthon összeszereljük. Most nyilvánvalólag nem voltak hülyék, sose tettek úgy műszakba bennünket, hogy minden egyes alkatrészt el tudj vinni. Tehát ott álltunk a negyedik év végén, gyakorlatilag 15 darab horgászorsóval, ami használhatatlan volt, mert csak egy dolog nem volt meg hozzá, hajtókar. Hát ott álltál, semmit nem lehetett. Nem egyszerű hozzáfaragni fából. Hát ennyi. Úgyhogy körülbelül én is ekkora bizniszmen voltam. Az nagyon menő volt egyébként annak idején. Apám elfből nem vett nekem. Nekem én csak Ryobit kaptam. Neki pedig Shakespeare volt, mert az volt a menő. Tehát, hogy azért érezzem már a különbséget. Hogy ki a menő, érted, hogy igen, hogy a Shakespeare orsó az jó volt? Az nagyon. Igen? Én teljesen hülye vagyok ehhez. Az akkor nagy számnak számított? Nagy számnak számított, így van. Aha. Igen. Ki egy orsónak Shakespeare nevet? Tehát ez, hogy hol, miközben szeretett pecázni? Vagy szeret a király drámákat mellesleg. Vagy hogy? Tehát, hogy annyi mindent nevet lehetne adni egy orsónak, nem? Hogy ez így elég fura. Na mindegy. Igen, valaki egy Celluxal kellett leragasztani, nem? Azért annál egy kicsit bonyolultabb volt a telefonkártya. Uh-huh. Tehát te otthon magadnak próbálgathattad. Voltak ilyen városi legendák, hogy Celluxal beragasztod és nem veszi le az egységet. Igen, ezt én is ismerem, megpróbáltuk, ez nem ment. Legalábbis lehet, hogy mi rossz helyen ragasztottuk le. Picit bonyolultabban kellett ahhoz ott hozzányúlni. De mindenki Celluxot ragasztott volna rá, és nem pörgött volna az egység. Én nem csodálkozzék rajta, mert a Celluxnál sokoldalú eszköz nincsen, tehát hogy gyakorlatilag szerintem az utóbbi 10-15 évben ezzel az eszközzel oldották meg a legtöbb problémát. Vagy ennek az ipari változatával, ezzel a vastag barna ragasztóval, amit elég sok helyen lehet látni. Én például most két nappal ezelőtt láttam egy kedves barátomnak, a mászótársamnak az autójában sikerült összekoccani, ő megoldotta ezzel, nem hiszem, hogy az elkövetkezendő 5-6 évben ez változni fog, az ott fog szépen rajta lenni, mert olyan szépen összetartja a lökárított. De már lógott? Nem, egy kicsit belecsúszott valakiben, aha, és megtört, és akkor gondolom most így egy ideig ezzel nem fog foglalkozni, hiszen megoldotta a problémát. Pont volt nála. Persze, volt nála egy minek menjen ott, érted, lakatoshoz, meg minek kalapáltassa ki. Minek, most újra kéne fényeztetni meg, igen. Az a jó kis ipari Celux, minden meg lehet oldani. Milyen színű a kocsi? Akkor nagyon jó kérdés, ez egy régi Astra, ez a kék, vagy én nem is tudom, milyen. Kék színű Astra, barna szalaggal. Igen, barna szalaggal az elején, nagyon nem jó, kevés jó. Barna szalaggal az elején. Ezek vagyunk mi. Kék, barna. Jó is ez, gyerekek, jó is ez. Nézzük, mit érek a hallgatóink. Azt mondja, hogy én is kísérleteztem a végtelen telefonkártyával, már készen voltam a hackerésre, amikor megváltozott a rendszer. WG írta nekünk, még talán most is vannak ilyenek, vagy ez már nincs. Feltöltött kártya. Nincs már mi? Újra hát pénzbedobos van? Úgy tudsz, hogy nem kell kvázi a kártyát megvenned, hanem ugye például bankon, elektronikus bankon keresztül rá tudsz tölteni pénzt. Használ még valaki ilyen telefonfülkét? Ja, azt hát, nem. Nagyon nem, mi? Nem. Senki. Hát nincs is, bedobós van még, pénzbedobós fülke. Szerintem van. Ezek eltűntek, nem? Lemegyek a nyugati aluljáróba, találok még ilyen telefonfülkét? Ott voltak sorba, felsorakoztatunk a 25 darab telefon. Azt nem tudom, hogy a nyugati van, de hogy telefonáltam valamikor egy ilyenen, az biztos az elmúlt egy évben. Hogy le ne hallgassanak, vagy miért? Na, igen. Féltél valaki, hogy kellett hívni? Tiszta vonalról hív, tiszta vonalról. Igen. Valaki ír, hogy nekem működött már, tehát, hogy Celluxa. Az is lehet egyébként. A tegnapi vonatos témához jönnek még az SMS-ek, ugye, mert az volt az ismétlés. Én 5 évig jártam vonattal dolgozni, napi szinten mindig az első között értem be a melóba, egyszer sem késtem a vonat miatt, csak hogy pozitív is legyen a témában. Írja nekünk egy hallgató, aki nem írta alá, ugye, tegnap beszéltünk egy MÁV sajtóügyelettessel, érdekes beszélgetés volt, ma pedig megismételtük, és jönnek még vonatos SMS-ek is. Azt mondja, hogy térképes vonatinfo elég sűrűn nem működik, Győri vonalon a pár éves piros vonatok beáznak. Ez Sasa küldte nekünk, köszönjük szépen. Hát azt nem írja. Szolnoki személy 25 percet késett, az Albert Irsai kimaradt. Akkor most mi van? Ezt Kriszta küldte nekünk. Csak hogy jól kezdődjön a ma reggel. Kérlek szépen, pont nézem, Nagykáta Budapest keleti, kés és 20 perc. Ez az lehet? A Ceglét Szolnok, kés és 30 perc. Ez az lehet. Ez a szolnoki személy, igen. Aha.
Az Albert Ézsai pedig kimaradt. Aha. Igen. Áruljátok már el, mi van, ha ráesik a falevél a sínre, kérdezi egy hallgató. Uh-huh. Ezt elmondta nekünk tegnap a sajtóügyeletesünk, hogy csúszik meg, beesik oda a két sín közé, és akkor az ott okozhat valami kis zavart egyébként. Nem tudsz váltani például, uh-huh. hogyha váltóhoz esik nagy mennyiségű vizes levél. Na most ezzel kapcsolatban elmondanám nektek, hogy be fogok nyújtani egy szabadalmat a dologgal kapcsolatban. Tegnap elég sokat gondolkodtam rajta, majdnem 6-8 percen keresztül, és kitaláltam egy nagyon jó kis eszközt, amit rá kell majd szerelni a mozdonyoknak az elejére, hogy ne legyenek a síneken falevelek, illetve a sínek között. Elmondom, miről van szó. Figyeljetek, most mindenki hallja egyébként, hogy ez én ötletem, remélem nem fog lenyúlni senki, ebből lesz a nagy lóvé. Következő. Kell hozzá 2 darab cső. A csöveknek az egyik oldalán egy komoly beömlő nyílás kell, hogy legyen, amin a levegő beáramlik. Eznek a csőnek ívben meg kell hajlítódnia, a másik végén pedig, mint a porszívókon, kicsit elvékonyodva, szélesebb formában ki kell jönni a levegőnek. A menet szél bejön a beömlőn, és kimegy ezen az elvékonyodott, ellaposított végű kiömlőn. És gyakorlatilag ez lefújja a haladó mozdony előtt a sínekről, meg a sínek közül a faleveleket. Na mit szóltok? Hát az a... Semmi energia nem kell hozzá, én mert gyakorlatilag... Értem. Mi van? Na jó, oké, még van egy cső, értem, ezt a csövet így meghajlítom, az elején van szerelve a mozdonynak. Beáramlik a levegő felül, kiáramlik alul. Na értjük, na de az álló mozdony, ahol nincs menet szél, ja. Érted hazá? A part is. Az álló mozdony alá esik a vizes levél. Na? Na de az azért nem a TGV, tehát hogy gyerekek itt nem tud menet célról beszélni. Tehát azért az a 20 km/h, érted, az a Veresegyház Budapesti másfél óra alatt lekotyog, hát az alatt azért így nagyon pókjárásban, ördögszekérve előbb legurulom, érted? Hát de, na jó. Nagyon nagy menet cél nincsen. Mert 60-nál megy egy vonat, már kapaszkodsz és félsz. Hát bocs, hogy megelőztem a koromat. Dolgozz ki tovább, hogy mondjuk a... Ezen hova dolgoz a két csőben? Azon dolgozzál, hogy a két cső nagyon jó, de hogy például a motor, ami hajtja a vonatot, aha. ott legyen egy turbina, ami érted, a tengerre van szerelve, és levegőt generál. Ja, tényleg. Na, ez, ja, megvagy. Aha, igen. Megvagy. És lehetőleg dízelolaj, ami könyv. Kis jó sokkal. Nem rossz, ez vonulj vissza egy kicsit, ezen még azért dolgozzá. Hagyjaljak rajta. Igen, nem, egyébként nem rossz. Alapjában nem rossz. Figyelj, gyakorlatilag... Maga az elképzelés nem rossz. Már csak menetszeret kell csinálni. Tehát már csak indul, el kell. De már csak igen, de meg kell lökni. De hát nem járnak a vonatok. Honnan lenne menetszere? Álló vonatok, hogy lenne menetszere? Figyeljetek, az új őrületről hallottatok már? Melyik ez? Az Ice Bucket Challenge-et felváltotta egy másik, tegnap jutott el hozzánk, aztán utána néztem egy kicsit a történetnek. Versek formájában kell megnyilvánod az interneten. Úgy, hogy azt hiszem, hogy egy talán Szabó Gábor nevű ELTE BKK-s, illetve BKV-s, illetve BTK-s és Szabó Balázs találta ki ezt a dolgot. Az a lényeg az egésznek, hogy ki kell valakit hívnod, nem is egy, hanem összesen 10 embert, és meg kell osztanod 48 órán belül a kedvenc versedet a Facebookon. Aha. Na hát, ebben még a Berecki se tud belekötni. Na. De és? És 10 ismerősödet fel kell kérned arra, hogy 48 órán belül a Facebookon a saját kis profilján ossza meg a kedvenc versét. Uh-huh. Ezt meg kell mondanod neked? Nem, vagy fel kell tenned. Mire jó? Kultúra. Hát, kultúra. Mi is feltettünk tegnap egyet, 10 embert nem hívtunk ki, mert hogy az így más jók lett volna, és akkor azt írtuk be, hogy mindenkinek, aki kedveli, szereti, aha. mindenki vigye tovább, de... Jaj, nekem ez nagyon túl, most volt az Ice Bucket, ami értelmetlen volt, és mennyi ivóvizet elpazaroltunk, na de majd most akkor verseket osztunk meg, és mennyivel szebb világ lesz. Én ehhez túl kiégett vagyok. És akkor az emberek verseket fognak megosztani. Igen, ez nekem már nagyon, ez nekem túl sok. Nekem picit körülményes, mert én az elbeszélő költészetet szeretem, és még csak igen. a felére tartok a Toldi estének rohadt lassú begépel. Igen. Szóval jó, ez jó. Hát ez ebből közel se lesz akkora őrület. Ez nagyon aranyos, nagyon helyes kezdeményezés. Ehhez én már túl kiégett vagyok. Én ezt a 10-est nem értem benne, hogy 10 ember. Oszd meg a kedvenc zeneszerződet, a kedvenc festődet, és ez nekem nagyon durva. És hallgassuk együtt Vivaldit. Igen, igen, és te oszd meg a kedvenc komoly zenei betétet, a balett darabodat, és a kedvenc kötelező olvasmányodat. De jó, hogy nem vagyok Facebookon. Ugye? Igen. Lehet, hogy pár évet megsporolsz magadnak. Egyébként szerintem nagyon sok időt, igen. Az ideg öli az ember. Én nem szerintem egyszer kiszám, hogy egy átlag magyar honpolgár kb. Mennyi időt tölt a Facebookkal egy évben. Ezt megkapná valaki még 6-8-10-12 óra, egy nap, két nap, azért az sok idő, amit mással is
el lehet tölteni. De tényleg egy átlag, hát nem mondjuk a kaszatibi. Ja nem, jó, hát ő ott él. Ő a profi. Hát ő azon él, igen. Na, hogy állunk játékkal? Egy-egyre vagy magad ellen. Egy-egyre vagyok? Igen. Te voltál a hétfői és a keddi is, hétfőn kihúztátok az egy percet, de buktál. Tegnap viszont egy gyönyörű győztes meccset zártad. Akkor egy-egy van. Egy-egy. Jól van, oké, lehet jelentkezni játékra. Jó, egészen nyugodtan SMS számunkat mindenki tudja, mi pedig jövünk a hírek után. 8 perc múlva pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. Trafi 60-ban a Magyar Kút után ezt Kobri küldte nekünk, köszönjük szépen. És meghirdetem a Happy Card Bucketet, írja valaki. Tedd ki a bankkártyát, képét úgy, hogy mindkét oldal látható legyen. Jól olvashatóan, ezzel sok ember tehetsz boldoggá. Az első kihívottam a Morning Show műsorvezető csapata. Jó, Delta. Jó. Írja nekünk, igen, most már verseket kell kitenni. Igen, most olvastam utána én is ennek a dolognak. A szolnoki vonalon várom a vonatot, ami 12 percet késik eddig. Tájékoztatás nincs, nekem is korábban kéne indulnom fél órával. Erre mit mond a sajtos főmunkatárs, kérdezi egy hallgató. Hát ahogy érkezik, közeledik, majd bármi van, akkor azt természetesen mondjuk. Azt nézem, hogy van-e még valami, de viszonylag kevés a közlekedési hírünk, úgyhogy egyelőre minden rendben van. Sporthír van még tegnapról, Nishikori nyert. Igen, láttam. Úgyhogy 4-2. Ajaj. Rohadt életben. Mennyit buktál, János? Ja, hát ez már az bukta. Persze nem, az már csak az ilyen olyan évek, tudod, még egy utolsó szeg a koporsó. Könnyebb így elfogadni, nem? A Nishikori is. Persze. Jó. Tudod, mi lett volna kellemetlenebb? Hát így könnyebb, mert hogy korábban derült ki, és volt időm megemészteni. Az lett volna a gáz, hogyha egyébként a conga behúzza. Aha, és akkor az utolsó. És akkor az utolsó egy ilyen ötszettes játszma után. De azért könnyebb így, mert akkor nem csak a congán ment el, hanem ezzel is, érted? Ja, így igen. Ugye egy gyakorlatilag. Na, akkor megmondom a maiakat, jó? Én. Csak egyenként tegyél. Írom. Nem most már, de hírek után. Egyenként tegyél. Már az oldalon? Jó, figyelj. Csak okay. Mondom, hogy... Kapsz még egy esélyt. Nem még egy esélyt, hát 4-2-be beletrafáltam. Hát az 50%. Hát ha azt a 2-t teszed meg, akkor az nem kell, ne egybe tedd meg. Tehát ne úgy tedd meg, hogy 4-et megtesz, és ha 1-et elbukod, akkor tedd meg egyenként. Ugye most van Gyoko Möri, Monfils Federer, Berdy, Csillit, az már nem rossz. Az már nem rossz. Ezek már nem jó. Tudom, 8-döntők vagy 4-döntők. Figyelj, megnézem. Jó. Hányadika van ma? 3. Harmadika van ma? Jó, oké. Figyelj, kérek kölcsönpénzt a vidéki rokonoktól, mégis a sajátomat. A Nishikori Wawrinkát megmondani nem könnyű egyébként. Ezekre már nem teszek, mert ezek itt már nagyon kiélezettek. Jó, figyelj, mondasz megint 4-et. Jó. De külön tesz valaki. Valaki derül. Ja. Külön. Ezeket most külön tedd meg. Jó. Ezzel fogsz pénzt keresni. Mert itt már egyelő otcok vannak, tehát itt már bármikre teszel egy kicsit keresel. Egy jó kis humor. Itt már nincs, hogy 1,1 meg mit tudom, 1,95. Tehát itt ilyen 1,40, 1,30, 1,50, 1,20. Tehát itt már nagyon szorosak ezek a meccsek. Ha kettőnk keres egy ilyen 1,30-at, és a másik kettőt elbukja, akkor azért az nem vagy jó. Igen. Igen. Na jó van, oké, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok, Jani, Feri, Balázs, sziasztok! Szia, te ugorias vagy! Ó, István, hello István! Igen, István vagyok, Dunaújvárosból, sziasztok! Dunaújváros, hello, mit csinálsz ott? Én műszaki előkészítő vagyok egy építőipari cégnél, ajánlatok bekérésével és projektek összeállításával foglalkozom. Vagy úgy? De szép szakma! Én is ezt akartam lenni régen. Udvarias. Igen, ez nagyon jól hangzott. Jól van, ki? Általában az is. Kivel szeretné játszani? Én Janival szeretnék ma játszani. Megtisztelő, köszönöm Janival. Szépen. Jól van. Indíthatjuk az órát? Indíthatjuk. Szeretném a színőt, elkészültem. Gyakoroltál rá tényleg? Hát most így ebbe a 2 percben, amíg hallgattalak titeket itt a hírek és a kis sportfogadás emésztése kapcsán, de amúgy nem, hirtelen jött egy ma reggeli indítatás, ugye egy SMS, és játszunk, és szerencsére sikerült. Na megnézzük akkor, hogy egy ilyen hirtelen ötlettől vezérelve meddig jutsz, jó? Mehetünk? Mehetünk. 3-2-1, és tessék. Na, kérdezhetek? Kérdezz, kérdezek János. Jó, köszi. Tia,
Szerinted, ha valaki négy teniszmérkőzésből megmondja azt, hogy hány fog győzni, az ért a teniszhez? Elég jó arány. És aki ugye, a négyből kettőt talál el? Kettőt talál el. Az ért szerinted hozzá? Az már annyira nem. Hát Balázs, hát, gondolom, miért hozzá? Igen. Ó, viszont jó. Ott volt az annyira nem. Az már annyira nem, kimondtad az ezt. Az már annyira nem, igen. Igen. Szép vagy, Jani! Köszi! Pedig kegyetlen volt. Hát nagyon. Egészen jól kerülgetted a csapdákat, István, tényleg. Nem jutottam el odáig, hogy én kérdezzek a Jánostól. Én szerettem volna bevinni egy kis gyulai vár és cukráz a témával a bozóba, de megelőzött. Pedig az a lehet. Miért hagytad magad? Hát miért nem mondtad, hogy te akarsz kérdezni már az elején? Kicsit keményebbnek kellett volna lenni. Lerohant, levegővétel közben lerohant. Igen. Pedig olyan biztató volt az előbeszélgetés. Jónak tűnt. Igen. Jól van, ezzel viszont 2-1. Hát, gratulálok, uraim. Köszönjük. István, szép napot neked, köszönjük, játszottunk. Nektek is, szervusztok. Ciao, hello. 2 perc van, 7 óra van, pontosan jönnek újra a hírek, mi pedig itt vagyunk a hírek után. 7 óra múlt pontosan 12 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, és közlekedési híreink is vannak. Azt mondja, hogy ismét letérdelt a 3-as metró, a Deák és a Lehel között pótlóbuszok közlekednek. Ezt tetszik, ez a letérdelt a 3-as metró. De most ott valami sineket is újítanak, azt mondta az Ákos. Hát igen, de azokat általában hétvégén szokták, tehát hogy ez most így nem jellemző. A múltkor már volt javítás, akkor azt csinálták, hogy arra az időszakra azt mondja, hogy akkor konkrétan a Kőbánya Kispest és a Nagyvárad tér közötti szakaszról van szó, akkor pótlóbuszok jártak. De az sínfelújítás, ugye? Igen, de ez most szerintem ez nem az. Ez nem az. Mindig van valami basszus. Mindig. Egyébként tényleg. Azt mondja, hogy lépésbe lehet haladni Pestem, a Veres Péter úton az Őrs felé, ez Zoli küldte. Aztán Pápánál Pápa és Vaszar ékezetek nélkül jönnek, tehát Papa és Vaszar között az árvíz miatt lezárva. Ezt Tivadar küldte nekünk, hát aki ott tudja, az aki ott lekik, tudja. Deák tér Lehel, azt mondtam, 3-as metron tűz van. Nem jár a Nyugat és az Újpest központ között, Laca. Na, ez most megint akkor egy új információ. Tehát nem csak a Deák és a Leál között, hanem a Nyugat és az Újpest központ között se járnak a szerelvények. Így mondják, a szerelvények? Szerelvény, tökéletesen fogalmazol. Nem etnék sajtóügyeletesnek. Hát, vagy jó. Hát azért ahhoz még kell fejlődnöd. Nem egy két hely, ahol beszéltünk egyel. A Nyugati térnél most állt meg 6-8 szirénázó tűzoltó autó, és szaladnak le az aluljáróba. Nagy a torlódás. Na. Kezdőszállni a kép. Gyerekek, kezdőszállni a kép, igen. Éles sarok, villamos a nyílt pályán off, ezt Bazsa küldte nekünk. És jött egy ilyen, Jani, nagyon jó voltál, gratulálok. Jaj, nagyon köszönöm. A 206-os végű SMS-ről, aki ha vesztünk, ha nyerünk, ő mindig ír. Minden reggel csepegteti belénk a hitet, a jó kedvet, az életörömöt és a bizalmat. Köszönjük szépen. Ő mindig szurkol nekünk, nagyon jó fej. Igen. Ő nagyon rendes. De hogy nem tud egy reggel se úgy elkezdődni, hogy ne legyen valamiféle fennakadás a tömegközlekedésben. Tegnap is mentem be délután, mentem egy kicsit mászogatni, és hát ott mondjuk konkrétan nem a tömegközlekedési eszközzel volt a gond, tehát a Szaroscsárdon környékén, Pesztent Lőrincen valaki úgy gondolta, hogy nem a villamos sineket az úttól elzáró patka bal oldalán, ahol az út van, hanem a jobb oldalán, ahol a vasúti sinek vannak, ott haladtom. És így szembe, így a villamossal szemben így megállt. Most vagy nagyon szűken vette be a kanyart, és így benézte a dolgot, vagy pedig azt hitte, hogy az is ott egy sáv neki. Lehet, hogy a paszkán nem tudott átugratni, az biztos. Olyan autó, hogy föl tud jönni a gumikerek, és lejön a sínre való kerék. Sína autó. Igen, csak ez a része ilyen, nem működött a jármű. Láttam azt a Die Hardba. És akkor ott megoldódott aztán a dolog? Aztán meg hazafelé már nem. Eltűnt? Gondolom, hogy rükvercre kapcsolt, és akkor letolatott a béketéri. Hogy nem ez a jót, igen. Gyerekek, mit csinál egy adag rizses hús az asztalomon, nem tudjátok? Na, ezt én akartam feltenni ezt a kérdést. Ma reggel jövök be, és érzem, hogy mintha egy picit úgy állottabb lenne a levegő, mondom, így kutattam az emlékeim, a 14 évvel ezelőtti emlékeim, azt súgták, hogy ez egy kis hús lehet, és kicsomagoltam azt a kis dobozt, nem mondom, hát figyelj, meg amúgy is már átmászott az én asztalomra a tiédről, így gondoltam, hogy rákérdezik, de akkor ez szerintem is észrevetett, és nem a tiéd. Nem mászik, csak kicsit. Nem lehet, hogy ajándék.
Vagy hoztál be a múlt héten rizses húst? Én nem eszem rizses húst, uh-huh. nem szeretem a rizses húst. Én rettenetesen fantáziátlan butakaja szerintem. Biztos, hogy nem zabos hús? Nem, kézzel, egy adag, de nem is átásul egy ilyen fehér étel kihordó ilyen dobozban, egy reklámszatyorban becsomagolva, kinyitottam, beleszagoltam, áldottam azt, aki oda raktad, hogy mit csinál az én asztalomon. Uh-huh. Tehát viszel magadra egy rizses húst, hogy megmelegíts mondjuk a mi szobánkban a mikromot, majd elfelejtett, hogy bejöttél meg, és ott hagyod? Vagy valaki így üzen nekem? Telefon, és eltűnsz. Vagy valaki üzen nekem a rizses hús által? Ez valami kódolt üzenet, hogy leraktak az asztalra, mert tegnap ez még nem volt ott? Nem. Miért tesznek az asztalra a rizses húst? Egy kedves figyelmességet gondolták, hogy mint reggel igyekszel egészségesen táplálkozni. Még az a zabot tettek volna a tényleg. Egy jó zabos hús, de az a baj, hogy igen, valószínűleg arra vezetett vissza a dolog, hogy mostanában így a hallgatók számára, vagy a többség számára úgy tűnik, hogy nagyon egyoldalú vált a táplálkozás, hogy reggelenként. És behordanak dolgokat a rádióban. Igen. Gyerekek, csak mondom, hogy... Jézus, nem akarom már hallani sem, mert én látom már megint, hogy néz ki. Imádni való? Imádni való. Kérlek szépen, egy kis kardamonos szilvalekvárral bolondítottam meg a zabot, és némi mézzel, azt még ne nézd meg az üveget, hogy ez most milyen állapotban, mert picit túlcsordul. Léci már... Megint takaríthatsz, Jani. Mondom, most hoztam reggel. Láttam, tele volt, csak ugye az történt, ígértem, hogy... behoztam. Ígérted tegnap, hogy hozom mézet, behoztam. Elkezdtem, nincs meg. Elkezdtem beletölteni a csészémbe a mézet, majd láttam, hogy túlcsordul, és gyorsan ugye alátekertem, de az alátekeréstől viszont a másik oldalon kezdett el kérni. És csak mondom, Jani, hogy utána letette az asztalodra. Semmi baj. A hús mellé. Ura vagyok a helyzetnek. Aha, még egy olyan 40 percig ne menj be a szobánkba, uh-huh. és ne keresd a mézet, ne próbáld meg, bízd rám. Aha. Hagyd legyen vége a megszólásnak, és a hírek alatt hagyd tegyem a dolgomat az asztalon. Jó. Ez a te érdekedben is. Jó, érted, az én szívem már azért nem egy fiatal ketyegő. De hogy oda bemennél, nem tenne jót se a koleszterinednek, se a vérnyomásodnak, semminek. Maradj itt. Nézd a rácsokat, bámulj a Grupama stadion, bármit, ne menj be, nincsenek túl jó állapotok most a szobában, aha. de már felkészültem, találtam egy a kardamon szilvalekváról letekerhető ilyen abrosszerű kis és azzal fogok rámenni a mézes üveget. Tehát szét is keni az asztalodot, hogy jó, egyet mindegy. Kérek tőled, ne mozdulj. Nem érdekes, nem volt drága, igazán olcsó sem, de sok nem ment kárba. Ja. Mert ahogy öntöttem a mézet, megfogtam, átbillentettem egy ilyen 8-as mozdulattal, ugye a másik oldal is a pohárba ment, mert gyorsan alátettem a poharat, csak a üveg két oldalán, mint szép, átlátszott cseppkövek így megfolytak. De körben nyaltad az üveget? Ne tettél. Ezért mondom, hogy adj még egy kis időt. Nagyon köszönöm a mézet, amit hoztál, remélem termelői házi méz, nagyon helyes. Figyelj. De még egy kis időre van szükségem, hogy orvosoljam a problémát. Azért időnként abban a mézből, amit én hozok, én is szoktam fogyasztani, és ilyenkor mindig igyekszek nem tudomást venni a korábbi emlékeimről azzal kapcsolatban, hogy Balázs mennyire háziasan, értitek, háziasan fogyasztja a mézet ebből a nagy-nagy üvegből, mert hogy milyen eszközökkel bányászza ki belőle, hogy időként tényleg a nyelvét is használja olyan jó ízűen, meg hogy egy picit megborulott, meg ilyesmi. Én ezeket elfelejtem, amikor én is merek magamnak belőle egy kis kanállal. Nem akarok ezzel foglalkozni. Ne. Én csak mézet akarok enni időnként. Ne gondolj ebbe bele. Így van. Hogy mi lehet az a kis foszlány a tetején, vagy az a kis buborék benne. Az a kis morzsa. Az a néhány zabdarab, ami ott úszik bent a közepén. Na most ezért nem nyúltam bele kanállal. Én hülye. Mert így belenyúltam volna kanállal. De mondom, már belekevertem a zabot, nem nyúlok bele, mert akkor megromlik a méz. Mit csak öntök belőle. Ennyi. Mi jó történt? Vagy. Kicsit megbillen. Kicsit mézes még a gyűrűd. Igen, mert nyakig. Na. Konkrétan minden. Az zab jó lett? Az zab gyerekek, az zab ezzel a kis szilvalekvára a gyerekek közt. Forró vízzel. Ez első osztályú. Csak mondom. Aha. Hogy kösz a mézet. Nagyon szívesen. Na, viszont jöjjön a fontosabb dolog. Na. Átutaltam egy nagyon komoly összeg. A vers mindenkinek? Igen. Nem. Osz meg egy verset, vagy utalját 10-zel forintot? Tenisz, aztán foglalkozunk a témákkal, jó? Nyilván rengeteg hallgatót érdekel, szintén ők is várják már a megfelelő tippeket. Azt mondja, hogy Gyokomöri. Ja, na várjál. Gyokó, hát ki már, ja. Mennyi pénzt teszel meg? 500-at szerintem meccsenként. Ezres? 150 forint? Nincs valami minimáltér? Nem merek nagyot álmodni, mindegy, pont Balázs mondta egyébként valamelyik nap, kis pénz is pénz, és tökéletesen igazán 150. Jó, Gyokomöri. Hadd mondjam el, hogy ezek most már azért nagyon kijelezett meccsek, jó? Tehát nehéz teljesen egyértelműen. Fog menekülni a seregével, a serege nyomába, ahogy a költő mondja.
Gyoko, Möri, én ott gyokot megteszem. Bár baromi nehéz, mind a ketten formán kívül vannak, de hogy a Möri játszott a Conga ellen, az elég meggyőző volt, viszont Gyoko se volt rossz. Gyoko, Möri, én szerintem Gyoko megveri a Mörit. Uh-huh. Pszichésen legalábbis mindenképpen előnyben van. Igen. Igen. Vavrinka, Nishikori. Én ott a Vavrinkát tenném meg. Vavrinka. Aha. Jó. Azt mondja, hogy hát figyelj, mivel kettő darab ilyen meccsünk van, ami ezen a versenyen zajlik, kénytelen vagyok más versenyekről is válogatni. Kriket? Dzumhur Kovali. Még kriket? Vagy? Nem, ez is még tenisz. Donskoy Gerasimov. Ezek azt sem tudom, ez valami Challenger verseny lehet, vagy ez nem, ez is, szerintem ez is valami, hogy hívják valami ATP, csak valami kisebb torna. Trevisan Nazo. Aha. Ezeket nem ez tudom. Szlezár Olivó. Ezeket ne tedd meg, ezeket nem tudom. Csajok jöhetnek még? Hát, a csajok, mondjál csajokat, megpróbálják tippel, azokat nem vágom annyira. Na, azt mondja, hogy akkor mondom. De miért nem kérdezed meg még a Federer Monfils? Makarova, mert az nem ma lesz. Szerintem. Az igaz, az holnap van. Jó, csajokra nem mondok semmit, de csajokat annyira nem tudom, ráadásul ott nincs egyértelmű erőfölény, tehát ott nincsenek esélyesek, mindig más nyer. Williams Penetta, bocsánat. Na, ott a Williams-et megteszem jó, neked, jó? Oké, arra nem is teszek, mert nem tudod semmit. Akkor kettő van összesen? Hát figyelj, akkor kettő. Gyoko Möri és egy Vavrinka Nishikori, és Gyoko Vavrinka. Na, akkor figyeljetek, életem belőször gentry leszek, akkor 300-at. Ne! Bátor. Ne csináld. Na. De ne egyszerre. Tehát úgy tedd meg, hogy megteszed az egyiket, és megteszed a másikat. Tehát ne csomagban tedd meg őket. Nem tudom, mi ez a kombinációs. Egyébként itt többen írják, hogy lehet így is. Vannak ilyenek, de azért az összeszolgáltatás nem mondjuk el, mert nem erről szólnak ezek a percek. Nem, abszolút nem. Csak hogy mondom, hogy úgy tedd meg, hogy ha az egyikkel elbuksz, még a másikkal nyerhessél. Jó? Jó. Bízzál bennem. Jó, tehát akkor teszek mondjuk a Nishikorira is, a Gyokorot, meg a Vavrinkára is, akkor biztos nem bukok. az egészen jó. Jó lesz ez. Viszont így könnyebb az 50%-ot hoznod, mert ugye tegnap két meccset kellett nyerned. Egyébként tök érdekes, hogyha mind a kettőre teszek 300-at, akkor gyakorlatilag ugyanazzal a teljesítménnyel fogadok, ahogy Balázs. Pedig nem értek a teniszhez. Tehát akkor gyakorlatilag ugyanúgy 50-50%. És abszolút biztosan mész, igen. Kérdezi valaki, hogy mi látta többen, hogy olyan régen beszéltünk már a maláj gépről, hogy mi a helyzet a maláj géppel, gyerekek. Hogy hiányzott, Jani? Uh-huh. Mi a helyzet a maláj géppel? Ez tényleg a maláj géppel mi a helyzet? Ez egy nagyon szép kérdés. Ha, soha nem fog nagyon szép kérdés. A büdös életben nem fog előkerülni. Most van egy újabb elmélet, hogy a keresést azt folytatják, Indiai óceán kb. 60 000 négyzetkilométeres területen jelölték ki a keresés területét, szeptembertől folytatják egyébként a kutatást, tehát az egy ilyen, mert kétharmad magyarországnyi körülbelül. Azt gondold el, hogy mekkora terület ez. 60 000 négyzetkilométer. És van egy elmélet, miszerint emberünk azért nem találják a gépet, mert hogy valószínűleg nem a szárazföldön zuhant le, nem valahol a tengerben, de hogy miután mindenki szépen elaludt, ugye, a kabinnyomásot lecsökkentette, ezután letette a gépet az óceánra, hogy ez most hogy melyik óceán, ezt még pontosan nem tudják, és ez úgy, ahogy van, szépen a több kilométer, 8-10 kilométer mélyre lesüllyedt. De hogy letette az hogy gépet? Leszállt vele, tehát elaludt mindenki, és ő nem lezuhant valahol, és nem roncsokat keresett, hanem letette a gépet. Uh-huh. A vízre? A vízre. Hát ez képtelenség. Ha nem lehet leszállni vízre. Hát van, szóval rengeteg ilyen videó van. Hát most volt 3 vagy 4 évvel ezelőtt Bostonban valahol ott is egy folyóra letettek egy utasszállítót. Aha. És egyben süllyedt el a gép. Aha. Tehát ezért pont azért, és pont ezért nincsen nyom, és ezért nincsenek roncsok, és ezért nem viszi az áramlat. Aha. Hogy egyben elsüllyedt az egész gép, és ezért baromi nehéz megtalálni. Ezért nem találnak sehol roncsokat, mert roncsoknak valahol fel kellett volna bukkannia. Egy szánydarabnak, esőkabátoknak, táskáknak, amik ugye a víz tetején lebegnek, de hogy ezek nincsenek. És valamilyen professzor előállt egy ilyen elmélettel, ketten vannak, az egyik azt mondja, hogy rossz helyen keresik, mert a szárazföldön kellene, a másik pedig azt mondja, hogy ne, jó helyen keresik, csak mivel a Pali eléggé ilyen feltűnési vízketegségben szenvedett, meg a szimulátorát megnézték, hogy miket gyakorolt, milyen leszállásokat, felszállásokat merre. Ott vagy találtak egy ilyen adatot, hogy vízre szállás, vagy nem, minden esetre ez most a legújabb elmélet. Hogy letette vízre, és így tűnt el a gép, és nem fogják megtalálni soha, hogy 8 kilométerre mélyen lent van, azért az ember legyen a talpának, ilyen szonárral azt megkeresi.
Úgyhogy ezért nincsenek roncsok. Állítja most ezt egy, az egyik kutatócsoportnak a vezetője. És senki föl nem ébredt arra, hogy ez a csávó leszállt. Nem, nem, arra nem ébredt föl, ugyanis ő valahogy a kabinnyomás azt, tehát csinálta, mint a kabinnyomással, 2-3-4 perc alatt elfogy az oxigén, és utána, hogy elfogy az oxigén, tehát egész egyszerűen elájulsz, elalszol, vagy megfulladsz. És miért, de ő bent nem. Miért csinálta a csávó? Hát ezt nem tudni. Tehát ki akart nyírni egy teljes gépnyi embert? Igen, hát ő azért ott haragudott sok mindenre a rendszerre, meg posztolt is, meg aha, találtak is olyan kiírásokat tőle, tehát hogy ő ezzel valamire nyilván fel akarta hívni a figyelmet. De minden esetre a dolog az érdekes. Ugye arról szól, hogy ő önmagában megfojtotta az utasokat. Tehát szándékosan. Aha. És aztán tette le a gépre. Vagy aztán tette le a vízre. És ő is magát a gépet. A gépet. És aztán ő is nyilván, hát igen, igen, igen. Ez, azt hiszem talán ez egy ilyen roncskutató volt, aki visszavonult, és ő állította aha, ezt. Na várjál, ha lecsökkentette a kabin... Már van, aki könyvet is ír erről egyébként. Aha, ha ő lecsökkenti a kabin nyomást, akkor ugye a stewardessek és az utasok elájulnak. Mi van azzal, aki viszont vele együtt ott van a pilóta nem, kitült a másodpilótát. Tehát egyedül tehát volt ő kiküldte a másodpilótát, ő bezárta az ajtót, lecsökkentette az uta, a kabin nyomást, igen. Aha. És egyszerűen hagyta megfulladni az utasokat. Senki nem tudott semmit csinálni. Hát gondolj bele. Hogy ott ülsz, megjelenik az oxigén, az is elfogy előbb-utóbb. Hát egyáltalán ezek leestek. De hát azt is a kapitány nyomja, hogy az leesik-e, tehát lehet, hogy oxigén csak kaptak. És vagy ha leesett, akkor az is csak bizonyos ideig juttatja oxigénhez az utasokat. Érdekes elmélet. Egyébként. Igen, hogy technikailag ez a dolog hogy néz ki, hogy ennek a repülőgépnek a szárnyai azok mondjuk nem tartják fent a vízen ezt a repülőgépet, tehát hogyha mondjuk nem egy hullámzó tengeret teszi le, akkor nem, na, fele, nem nehéz fent, tehát hogy merül el, tehát hogy jut a gépnek a törzsébe víz. Meglehetősen magasan vannak ezek a nyílások, vagy kinyitotta alul ezeket a, mit tudom én, ezeket a, azokat a nyílásokat, amiket keresztül a csomagokat szokták bevinni. Hát ha csak kinyitja a két ajtót, ott elkezd beömleni a vízet, szerintem egy másfél perc. Magasan vannak szerintem ehhez, nem? Hát akkor kinyitja mondjuk a keréknek a dobját, tudod, ahol kiengedi aha, a kerekeket, és akkor és ott már le tud folyni. Aha. Vagy raktérajtót kinyit alul. Az már ugye kiderült, hogy ő erős mentális problémákkal küzdött. Uh-huh. Tehát, hogy vele valami nagyon nem volt rendben. Na most azt mondja ennek a könyvnek az írója, hogy nagyon precíz volt ez a pilóta. És ezt visszanézték ugye a szimulátorból. És ment az üzemanyaggal, amíg tartott, elfogyott az üzemanyag, ő még ott szépen ott úgy vitorlázgatott, szépen ereszkedett lefelé. Kérdés, hogy ekkor utaszállítóval lehet-e vitorlázni. Igen. Most ezt a maga a roncszakértő mondja. És valahol az Indiai óceánnak a felszínére tette le simán ezt a gépet. Uh-huh. És egy az egyben elsüllyedt. És ezért lehetetlen lesz megtalálni. Most pár pedig egyébként mindenféle mészonárokkal keresik, és felfedeztek egy csomó vulkánt közben, meg mindent. Tehát, hogy mondják, hogy rengeteg természetképződményt fedeztek föl a keresés közben, amiről nem is tudtak. Itt egy vulkán, ott egy dombocska, itt egy hegyecske. De hogy egyszerűen nincs meg a gép. És hogy ez az oka. De érdekes, nem? És a másik verzió szerint szárazföldön szállt le, vagy ott lezuhant? Nem, a másik verzió szerint, erről már beszéltünk egyszer, van egy olyan verzió, hogy láttak pontosan az ellenkező irányba, a fordulás után vissza kellett, hogy forduljon, és bent a szárazföldön valahol nem tudom miért, Kirgizisztán környékén, valamilyen táborban, annak megfelelő időben való robbanást. Aha. Na, ott nem keresi senki. Egy kutató azt mondja, hogy ott kéne keresni. Mert ő azt mondja, ott van. Tehát, hogy azt megpróbálták letenni valahova azt a gépet. És az nem sikerült. Hát vagy azon ország fölött lőtték le. Ha már ilyen kutató lennék, azért ott csak szétnéznék, mert kicsit egyszerűbb ott megkeresni, mint a 8 kilométerrel a víz alatt. Nem? Igen. A New Yorkban tették le vízre a gépet a Hudsonnál. Nem emlékeztek arra, míg jönnek a mentőhajók, és áll a gép, és egyszerűen azt látod, hogy állnak a szárnyon, és jönnek az emberek, és másznak ki a gépből, kiállnak a szárnyon, jön a hajó, és szépen átmásznak a hajóra. Hát ez mondjuk nyilván nem sokszor sikerül egy ilyen. Igen, ugye az egyik szárny beleakad, abban a pillanatban, hogy leakad az egyik szárny, picit megdől a gép, abban a pillanatban már paf. Igen, de az lebegett az a repülőgép, tehát hogy ott ugye... Igen. Nem süllyedt el, igen. Tehát már csak azért mondom, hogy a vízretétel az elvileg ugye mondjuk 100-ból egyszer is, de az összejöhet. Na mindegy, hát ez az elmélet. De keresik. És továbbra is
Döbbenet még mindig szerintem egyébként, hogy még mindig el tud tűnni egy utasszáj. Fölülsz egy gépre, és nem vagy meg többet, picit, nem? Picit egyébként ennek olyan színezete ennek az egész történetnek, hogy, hogy tipikusan olyan, hogy, hogy itt soha nem fog kiderülni a teljes igazság, meg az, hogy valójában itt mi történt. Tehát, hogy, hogy a szakértők is amúgy elmondták korábban is, és számtalanszor lehetett ezt olvasni, lehetett hallani, hogy minél több idő telik el az esemény óta, annál kisebb az esély arra, hogy, hogy nem bárkit, bármit is találjon. Nem fogják tudni megmondani, ugye, ha megtalálják a gépet, persze. Uh-huh. De hát a fekete doboz se sugároz már. Az, lehet, a fura, hogy... az a fura ebben a történetben, egyébként ebben az elsüllyesztéses vagy önelsüllyesztéses dologban, hogy azért nyilván ezeket a nyílásokat ő utána már nem zárta vissza. Elsüllyedt a repülőgé, valószínűleg ő is elhalálozott, ha ez így történt, és hogy semmi nem került a felszínre. Tehát, hogy semmi ki nem jött a lukon. Semmi, semmilyen folyadék, semmilyen üzemanyag, semmilyen csomag, semmilyen... Azért nyilván ebben az utas térben nem voltak rögzítve ezek a csomagok, kézipodgyászok, stb., vagy legalábbis egy részük nem volt. Tehát, hogy valaminek azért kellett volna lennie, de nem találtak semmi. Az ég egyet a világon, semmi. Semmi nincs meg, igen. Na jó, mindegy, ennyit erről nem akarunk senkit itt nagyon rossz kedvűnek látni ma reggel, csak ez egy érdekes, érdekes dolog egyelőre ezek a legfrissebbek. 7:30 pontosan egy perccel Óven bácsira és Berulinre lehet jelentkezni, aki szeretne játszani, írjon nekünk nyugodtan SMS-t, mi pedig jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Anna, szabad vagy? Már nem úgy. Jössz táncolni? Meglepődnék. Ha? Anna. Anna, ja, beszél. Gyere be, mi volt a suli kezdése? Mesélj egy kicsit. Anna nem volt két napig. Elindított a gyermekét az iskolába. Elpörgött, én már meghallgattam reggel. Imádta. Na milyen volt? Milyen volt? Kemény? Nem, iskolába nem vinni volt. A gyereket? Hát megható volt. Igen? Megint egy új korszak elindult. Igen, olyan kis, na, megható volt. Na, szóval ment a kis iskolatáskájával. Igen, nagyon kis drága volt. Hétfőn keltünk reggel 6 órakor, mentünk be az iskolába 7:30-ra, talpig díszbe, szakadó esőbe. Tehát nagyon jól nézett ki, gumicsizma a gyereken, el tudod képzelni. Igen. Tehát semmi elegáns cipő, az benne a szatyorba, szakadt az eső. Rettenetesen jól vizsgázott a suli az első napon, képzeld el, mert hogy mi egy tagiskola vagyunk, és a nagy iskolába kellett volna átvonulnunk szakadó esőben. És akkor bejött az igazgató helyettes, és akkor azt mondta, hogy úgy döntöttek, hogy itt lesz megtartva a tanévnyitó. Tehát tetszett, hogy improvizáltak, hogy a gyerekek voltak. Eltértek a az előre elrendelt így van, programtól. Ez nagyon-nagyon, tényleg nagyon tetszett. Negyed óra volt a tanévnyitó, egy cuki kis verset mondott egy elsős gyerkőc, rövid volt, velős volt, köszöntötték az elsősöket, köszöntötték a nyolcadik osztályosokat, akik hát ugye lassan egy nagy döntés előtt állnak, igen, tehát jól kell tanulni. Kilépnek a nagybetűs életszínpadára. Igen, az kilépnek az életszínpadára. Igen, itt hagyják mindent, amit ez az iskola adhatott. Minden jó minden. Volt. Fú. Tehát meg kell, hogy mondjam, hogy le a kalappal előttük. Ez volt az első napon, akkor rögtön osztályfőnöki óra volt. 9:30 vége volt a tanévnyitónak, hazaküldték a szülőket, mondták, hogy köszönjük szépen, úgy álltunk eléggé értetlenül, hogy most akkor itt kell hagynunk a porontyunkat, az egyetlen gyermekünket. Kimentünk, és 00:30-ra kellett visszamenni, és akkor hozta a tankönyveket büszkén. A táskát megemelni nem tudta. Ez eszedbe jutott, amit mondtam? Igen, de benn kell hagyni, hál' Istennek. Tehát ezt csak hazahoztam, mert be kell kötni. Hát, mert haza se tudjátok vinni azért. Te az őrület. Tehát de hősiesen vitte, hát majdnem, mint a tudod, a büdös bogári. Jézus, meg komolyan nagyon durva. Hát meg tudjátok, milyen fizikum, Karina. Tehát tűbe lehet fűzni. Hazavittük, bekötöttük, megnézegettük, szépek, klasszak, színesek. Tehát nem tudom, nekem eddig azt kell, hogy mondjam, nagyon klassz. Hétfőn mondjuk ez hétfő sok volt. Idő nem telt el. Nem, hát két nap. Egy önök néni nem szólt, hogy gyere be, mert beszélnie kell veled, mert hogy a Karinának a teljesítmény az utóbbi időben nagyon sokat romlott. Még nem volt ilyen. Visszaesett. Még nem volt. Figyelj, semmi. Nézd, ez az ő dolga, az iskola. Én ebben nem is akarok beleszólni. Már kinek a dolga? A Karina dolga. Ez ő tegye a dolgát. Nem, mint hazárod hallanám. Beviszem, 4:00-re megyek érte. De tényleg, Bekerdinek van egy nagyon jó írása mostani egyik női magazinba. Megszívlelendő minden első osztályos hát hogy mondjam, szülőnek, aki beadja a gyermekét. Nagyon-nagyon tetszik, nagyon szívemből beszélt, nagyon rettentően. Nem olvastam, hát ez például, ez az ő dolga, az aha, iskola. Na, nem kell őt arra sarkalni, hogyha hazaviszi, hogy van színezve, hogy na, látod, itt nem, ez így nem jó, meg nem így kell, csak nem kell, hagyni kell. Ha mi hittünk abba, hogy ez egy jól nevelt, klassz, belevaló csaj, mint a mi gyermekünk, aha, és ez egy szófogadó, aranyos
kommunikatív gyerek, akkor ha azt mondják, tegyük fel, mondjuk egy fél év érték, hogy hát csak 75%, mi akkor is higgyük el, hogy az 150. És amikor megbukott a gyerek, akkor is higgyük el. Dicsérjük meg, hogy nem kell új tagfegyveket venni. Elsősre vonatkozik, de én azt gondolom, hogy tényleg a szeretettel, meg azzal, hogy őt biztatjuk, azzal át lehet segíteni. Hát nyilván Jani lányára ez már nem vonatkozik, mert ő már egy nagy cula, ott már lehet tudni, ha oda kell csapni, de egy elsősnél szerintem fontos az, hogy úgy biztasd meg, meg ott legyél mellette, meg hogy tényleg milyen klassz ez. Hát azért volt tegnap egy kis sírás is. Na, hát bement a terembe. De te sírtál, vagy akkor... Péter? Nem. Én majdnem, de tartottam magam. Hát mert úgy hiányzik a Zovi. Mondta hát, ő? Mondta, megértem, drágám. Hát persze, hogy hiányzik. Mondom, Karinem. Közül senki nincsen ott? De van egy Oliver nevű kisfiú, ők együtt ülnek. A másik épületben. Nem, Oliver. Ja, hát integet. Úriember Oliver, ő nem sírő, tartja a karciba a lelket, hát nagyon érzékeny, meg hát hiányzik a régi kis csapatna, hát majd belejön. Hát ez előfordul az elén a pityergés. De még nincs lecke, meg semmilyen, nem? Nincsen. Te első négyben még semmi nincs, nem, ugye? Nincs házi feladat. Nincsen. Nagyon-nagyon cuki. Az menő. Tényleg nagyon klassz volt, na, új bútorok vannak, tetszik a terem. Jó, rendetettél szülőket, leosztottad, mindenki kiosztottad, kabát felakaszt, ide berak hátra, oda nem ül, zsebkendő szemétbe dob, minden. Rendetettél? Jó van. Hát figyelj, de most ne hagyd, hogy elpanászodjanak ott az elején. Picit most... zavart, hogy nincs mit még kikérni magadnak? Volt kikérni már, szerintem de anyuka, mit? Még nem tudom, semmit. De kikérem. De előre is. Az első napi rendéponttal nem értek egyet. De még nem voltak hírva. Ja, mindegy. Akkor sem. Jani, hétfőn lesz szülői. Tudom. Már készülök rá. Már gyűjtöm a jegyzeteimet. Hétfőn 5 óra szülői. Megyek és teszem a dolgom. Így lesz. Kedves szülő, köszönjük szépen a tanárnőnek. Ponyicki Anna vagyok. Ugye, átvenném a szót. Mondanám, hogy mi a nagybüdös helyzet. Tehát. De nem én vagyok az SZMK-s. Mi az? Mi az szülő? Az jó. Nem voltam, tudom. Ezt rám sütöttétek, ezt ne a bélyeget. Ha voltál is, megbocsátjuk neked. Nem vagyok. Titkosítjuk az aktáidat 50 évre. De ne legyél SZMK-s. Olyan két azért... profi az SZMK-s. Úr is. De nem kell, nem jó ez. Mindent rendeznek. Olyan mondok. Rend van a teremben. Bizony. Nem mondok semmit az SMK-sokról, de ne. Minden, te megvéve. Egy külön gerilla sejt leszel. Igen. Aki az SMK-sokat fúrja. A Ponyicki Anna körtől. Igen. Az SMK-sok ellenköre leszel. Kemény szembenállás lesz. Felügyeleti szerv. Ez az. Egyébként igen. És hogy nem lépte be az SMK-ba? Lebeszélt róla valaki? Vagy meggondoltad magad? Vagy már öregszel azért? Lépjen az SMK az Annába. Ki akar? Én! És ki lenne akkor? Én! Ponyicki, te kedves szülő, te negyedszer jelentkezik. Hozzuk! Azt hallottak, itt van! Valami észrevétel van sok! A kirándulás megszervezésük. Megszervezem! És keresnénk két... Osztály, ez nálam lesz! Igen, keresnénk két kísérőszülőt. Jövök! Egy év vagyok! Máskis! Hát komolyan mondom. Én... éppen a büfében voltál, amikor SMK-ra kellett jelentkezni, vagy mi volt? Nem mosom le magamról, hogy az óvodába is nem én akartam. Rátették a torkomra a kést, és azt mondták... Az összes SMK-s ezt mondja. Lemondott egy apuka, mert másik csoportba ment át a gyerek. Mert volt eszer. Én megmondtam, én erre alkalmatlan vagyok, nem szeretném, muszáj volt itt. Hál' Istennek, rögtön az első szülőin két nagyon agilis anyuka. Egy aha. Anna nevű hölgy és egy Judit általában agilisek azért, tehát, hogy az SMK-sok pont erről híresek. Pengék, ott rend van, fegyelem és minden van. Ja. Igen. Komolyan? Egyelőre még nem tudjuk, hogy ki lesz. Jó, ne keverőgessük itt a forró kását, megcsinálom azt is. Megcsinálom. És keresnénk. Én! Hát azért tudom. Nem akarom. Nem szeretném. Nagyon jó emberek vannak erre, tehát én ebből most szeretnék kivonulni, de ha valaki lemond, akkor ott vagyok, teszem a dolgot. Egy hónap múlva úgyis az egyik SMK-s feladja, mert nem bírja, ennyi. És abban a pillanatban tudsz majd menni váltani. Így volt az Oviba is. Nem tudom, a legtöbb SMK-s olyan fura gyerek. Túlvezérelt, napi 600 e-mail, gyűjt, szervezkedik, a 150. ugyanolyan ajándék évvégén az óvónőnek, amit tudom én. Tehát ott meg leszel szorulva, mert az lesz az első, hogy Facebook közösségünk van, csatlakozzon. Na te hogy fogsz? Kedves szülőtársak, a levelezési listán való levelek közzététele kapcsán írjuk most azt, hogy nagyon szívesen küldünk mindenkinek levelet, amennyiben válaszolnak! Mert ez a tiszteletjele!
A megbecsülésén sem azért csináljuk, hanem mindannyiunk ki. Figyelj, hogyha nem válaszol. Szerintem a legtöbb SMK-s ilyen. Tisztelet a nagyon kevés kivételnek, szerintem az SMK-sok 80%-a kicsit nem normális. Köszönöm azoknak, hogy tehát, hogy válaszoltak az előző levelükre, a többiek. Az okoz boldogságot, hogy egy átázott virágcserépről a negyedik e-mailt indítja el, és felháborodik, ha a 10-ből 8 ülő erre nem válaszol. Hát figyelj, minden tiszteletem azért erre valami. Este 11 órakor még ír, hogy miért nem hoztunk negyed kiló virágföldet. Mert ő érted, ír, akkor legalább tiszteld meg. Az nem erről baj, az szó, nem baj, igen. Hogy ő ír, de amikor egy nap a 150. levelet küldi el neked, hogy egyébként meg mi történik? Szóval, hogy szerintem az SMK... nagyon... Szóval mindegy. Az SMK-sok kicsit furák. A gyerekét, érted? Ő a gyerekéért csinálja, és a tiédért. Az SMK-sok kicsit ilyen önkéntes rendőri vénával megáldott, ilyen intézkedő, ilyen mindenébe két kanál, ilyen kicsit ilyenek. De viszont, mondom, van kevés kivétel, na de ha nem csinálná, tehát én arra gondolom, ha nem csinálná, ha nem vállalta volna senki, akkor nem, figyelj, az borzasztó lett volna, mert nálunk tanít kezdésre. Nem zsarolnák bele évvégén valami olyan ajándékba, aminek már előre tudjuk, hogy az óvonőse örült. Jó, ez mondjuk, ez tény, de hát azért ott... Miért nem bízzák azt mindenkire, hogy azt vegyen, amit akar, nem? Ezt nyilván ezt azért nem ő dönti el, azért vagyunk egy páran, de én azt gondolom, hogy azért mi értettük, reméljük ők is. Nem, érted, vagyunk ott páran, tehát nem ő dönti el. Csinálják nyugodtan, de azért ott vagyunk, mint felügyelőbizottság. Igen, de azért figyelj, nagyon-nagyon sokat dolgoztak nyáron, tehát az, hogy el tudjon indulni így egy tanév, és be legyen készítve a műanyag kis akasztótól elkezdve a tisztasági csomagot, amire rábígyezted, a műanyag dobozokig, a poharakig, a minden, hogy egységes legyen egy osztálykép, és ez a rengeteg cuccot beszerezni 25 gyereknek, hát respekt. Tehát, hogy tényleg azt gondolom, hogy ha ezt valaki nem vállalja el, Balázs, akkor ki? Akkor elindul akkor egy tanév, és mint a malac banda, bemegyünk, és nincs hova pakolni, hát nincs mibe tenni a tanszereket, van egy gyönyörű osztály. Annak rendnek és fegyelemnek kell lennie. Ennyi. Na, és a következő pinidiszkon csak mondom, ha valaki elvállalja, hogy fejenként 20 darab paprikás zsíros kenyeret fog kenni, az 20 legyen, ne 18! De ez így van! Hát, hogy én mennyit kentem az óviba? Hát, a Márton napi bál keretében. Persze, én nem azt mondom, hogy nem kell, meg kell, meg csinálják, meg vannak jó SMK-sok, csak sok olyan SMK-ssal találkoztam már, aki üveges a tekintete, miközben veled beszél, habzik a szája, és alig várja, hogy hazamehessen e-mailt írni a törött virágcserépről, és a nem tudom, miről érted. Itt tudod, mi van nagyon-nagyon jól kialakítva? A két SMK-s nagyon jól alakította ki. Na. Ez az óvodában nem így volt. Facebook csoportunk volt, nincs Facebook csoportunk, egy Gmail cím van. Az iskolának az osztály név lett a Gmail cím, és csak ők látják a bejövő e-maileket. Mi szülők nem látjuk a másik levelét. Ez nagyon jó, mert ebből messze menő konzekvenciákat lehet levonni egy-egy fogalmazványról. Na ezt ők látják, ezt ők megtartják maguknak, és téged csak azzal a három sorral, ami nagyon fontos, hogy eljusson hozzád, azzal terhelnek, hogyha ez amennyiben megterhelés. És ez egy összeszokott SMK-s csapat, ezek együtt jöttek Ovi-ból valószínűleg. Nem. Az egyik az Ovi-ból jött, a mi Ovi-ból jött, a másik az egy másik hölgy ott. Nem, de figyelj, nagyon profi. És akkor mondtam, hogy nem látjuk a többi szülő e-mailjét, nem is akarjuk, hogy lássátok. Aha. Ez a beszéd, de mondom. Kemény. Ez nagyon jó mondom. Bár szerintem egyébként a többiek nem fognak nem látják. Szerintem ebben az ember nem folyik bele, azért ez tud szórakoztató. Amikor az egyik felháborodott anyuka, nekem egy a másik felháborodott anyukának. Igen, erről beszélünk. Olyan helyes zsivákkal és olyan stílusban és olyan hangnemben. És mindez egy fél kiló sirálypapír miatt, érted? Így van. Tehát, hogy ez valami a legjobb, igen, amikor tényleg. Nincs igaza, viszont a másiknak a levelébe kiszúr egy helyes írás hibát, és rárepül. Igen. Jó, részben igazad van, de én azt gondolom, hogy a gólyát még mindig elicidom. Igen, na, így, és akkor elindul, és akkor 45 levélváltás, és onnan indultunk, hogy mondjuk kell föld a virág cserébe. Aha. Nem, szóval ez nem látjuk ezeket az egy e-maileket. Jó rozé társaságában a gyerekek, az minden este egy jóféle fél órás szórakozás, amikor ezeket a leveleket elolvasod. Jó, akkor szerintem legyen művilág, és dögöljön meg mindenki. Igen. És ez a vég az egzem. Figyelj, ez egyébként olyan egy picit, mint egy ilyen félkatonai szerzet, vagy nem tudom, mint a cserkész. Vannak az SMK-ba például ilyen rendfokozatok, vagy ilyesmi, vagy külön köszöntés, amikor két SMK-s találkozik. Első gyerek! Osztálypénz! Nem rossz, egyébként nem rossz. Virágföld. Igen. Figyelj, nyolcadikai szülői, már egy újabb sajtpapírral gazdagodtam, javasolni fogom. Ponyicki vagyok, javaslatot tennék! Kirdess ki a 12 pontot. Mindenképp legyen tisztelgés, igen. És legyen valami, mit tudom én, az SMK vezetőjének legyen, mit tudom, generalissimus. És akár. Legyen jelvényük, amit igen, hordani legyen kell. Egy első B. Miről értekeztek már ilyen gyorsan? Miről értekezünk? Hát nagyon az sok mindenről. Az első értekezletről. Sok mindenről. Értekezünk az első értekezletről. Hát gyanítom, hogy az iskolai rend, tehát hogy hogyan, ugye első héten be lehet menni az iskolába, most még nekünk az osztályteremig, hétfőtől ez nincs így, hétfőn 5-kor rögtön szülői,
Ott el fogják mondani. Segyenem. Igen, nem lehet bemászkálni. 5-0-0-kor. Így van. 4-0-0-kor jön a gyerek. 16-0-0. Bezárjuk az ajtót. És így lesz. Aki kibarod, úgy gyert. Ennyi. Se ki, se be menettel, tehát be is csak beengeded az ajtóra, elköszönsz tőle, nagy puszi, bemegy az osztály, de nem, ott nincs mászkálás, ott rend és fegyelem van. 1-2, hát ugye van egy tankönyv, ami nem fér bele az állam által megszabott keretbe, ezt is majd meg kell szavaztatni a szülőkkel, hogy akarják-e azt a tankönyvet például megvenni, vagy elengedjük, és akkor tanítanak. Ez az a tankönyv, mert az, hogyha Coca-Colát iszol, akkor bűnös tényleg, vagy és a CNN nem nézel, akkor a gyarló nyugatot támogatod? Nem, ez a környezetismeret egyébként belátogatom. Nem fér bele az 8000 forintos tankönyv keretbe, és hát ez... A környezetismeret. Igen, nem fér bele. Környezetismeret tankönyv. Most inkább az ne férjen bele, mint a magyar vagy a matek. Így van, így van. De ugyanakkor tudnék mondani szerintem egy olyan nem tudsz, én megnéztem, ami... nem tudsz, mind nagyon fontos. Környezetismeret, hát azért... De nem fér bele a 8000 forintba, Jani, hát a írás kell, olvasás kell, énekzene kell, angol tankönyv kell, egyebek, tehát nagyon, és 8000 forint a keret, és most meg fogják majd szavaztatni hétfőn a szülőkkel, én tudom, hogy erről fog szólni. Hát ez fura. A közgyűlés. De nem tudom, még biztos sok hasznos dolgot el fog mondani Éva néni, és akkor... Jó is ez. Jó, egyébként figyelj, nekem tetszik. Eddig nekem tetszik, Karinának tetszik. Meg eleve szülőként bemenni egy általános iskolába, szerintem hatalmas retro. Nagyon. Tehát átgondolod, mert azért még vannak emlékek nekünk a sajátunkról. Ott ültél a padba, kréta, tábla, megint bemész egy osztályterembe, nagyon hát komoly. Sírok a gyönyörtől. Figyelj, nagyon hát ez jaj, jó. Csak illatok. Nem előjöjjenek a régi reflexek, hogy a hátsó sorba ülsz, és hogy szívaszál, és a rizsel köpködöd a szerinted. Szerinted mit fog csinálni? Hát, mi lesz az első dolgom a szülői értekezleten? De egyébként én még emlékszem, tényleg. Szétszedem a rotringot, meggyúrom a zsömlét. Az a baj, hogy Sebestyén apuka, legyen szíves disztingválni, ez egy szülői értekezlet, biztos hátul fogok ülni, és nagyon bandázok az a többi szülővel. Az túl nagy űrméret, az Kövér Berta. De egyébként tényleg, annyira retro, figyelj, főzelék illat volt a folyosón, mert nagy, már készítették óriás, az ebédet. Figyelj, a büfébe azok azért már persze, tehát úgymond már vannak azért a korszerű dolgok, meg gyümölcs, meg körték, meg minden, de azért ott van, tehát annyira nagy, és hát gerjedt a mikrofon. De oda ment a tanévnyitó. Visszahajtott mikrofon madzag, egy körben tudod fogja, gerjed a mikrofon, szalad a technikus, kicsit megigazítja. Hely jó volt, de ez az egy volt, ami retro, mert le a kalappal. Kedves gyerek! Kedves pedagógus társak! Lassika, nem tudom, hogy csak ennyi ezzel akarunk, amit a mondanál megintetni. Ugye ez mit a baj? Nagyon, ennyire nem volt durva, de azért egy pillanatig ott volt egy minimál gerjedés, és azt mondtam, hogy na, otthon vagyok. Hazaért. Ez haza ilyen. Hazaértél. Jó, nem volt, nem volt ilyen, hogy rozzájét raktam. Csavarcsék, be voltam a kötet. Az már nem divat. Ilyen vagy, Laci, meg bárki. Már ez nincs, Laci. Nem volt a szózat, volt himnusz volt az elején, szózat volt a végén. Jó, szép keretes szerkezettel, mondom, 15 perc alatt lezavarták. Klassz volt, tolerálható, nem álltak, az elsősök ültek, képzeld, ja, a nagyszulák álltak, igen. 15 percet végig kell állni. Nem voltunk sokan, de komolyan. Nem, nem is volt meleg. Nem mentél oda a büféhez? De oda mentem. Egy kicsit térden csúszva, úgyhogy az óradigért csak a pocs. Csókolom! Egy kockát kérni. Kiderült, hogy a büfés nénit ismerem. Hogy szeretett? Őrület volt. Megyek oda, mondom, a nénit ismerem. Hát komolyan mondom, kicsi a világ. Szóval rögtön lemeosztam a büfét, rögtön kértem két kávét, az bevágtuk. De úgy meosztad a büfét, hogy bementél a pult mögé, és elkezdted felnyitni a sonkáját. Ez mi? Ebben van? Mi ez a szar? Ez trapista? Menjek itt. Kám, a bölcsész diploma ide is jó. Csak ide jó, János. Csak ide János. Sajnosan. Igen. Nem, nagyon jó volt. Na, vagy biztos lesznek problémák, meg nehézségek, meg innen. Jó, készítsél minket, hozzad ezeket, hogy mi felkészüljünk. Jó, nem kell félni. Ferivel nekünk erre, ez lassan jön. Jövőre. Lassan jön. Én minden este adok neki egy puszit, minden este megdicsérjük a Vikivel. Jó van, nagyon okos vagy, hogy évesztes vagy, jókor születtél. Jól csináltad, ügyes vagy. Még jövőre ovis van. Ez neked is jó, nekünk is jó, mindenkinek jó. Így van, pontosan így van. Nem kell elkapkodni semmit. Imádom, hogy évesztes. Tök jó. Leginkább miatta egyébként. Így van, erősebb lesz. Hogyne. Máshogy tud hozzáállni a dolgokhoz. Na jó van. Az a baj, hogy mindenki csak az ajándékvásárlással azonosítja az SMK-t, írja István. De nem, egyébként tényleg nem. Csak ne kelljen márciusban már arról hogy mi lesz júniusban. Körülmélezni, hogy milyen igen. Képkeret legyen, meg kinek legyen a képkeret. Igen. Na jó van. Oké, játszunk akkor, jó? Hol, mit játszunk most? Hát legyen mondjuk Mézel vagyok. Oven ez meccsenye.
Jó kalasz, de jó lenne. Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Itt van velünk Ádám, jó reggelt, hello. Sziasztok. Hello Ádám, merre vagy? Jelenleg Kiskunlacházán. Kiskunlacházán. Hogy örülsz neki? Milyen gyerekek? Aha. Bárhonnan hív egy hallgatónak, körülök. Mit csinálsz, ott laksz? Nem, dolgozok. Mit dolgozol? Kamionozok. A kamionozom. Aha, és akkor most félreálltál, vagy menet közben vagyunk? Pont ide értem a bányához. Bányához. Kőbánya? Igen. De arany. Igen, gyémát. Egy híres dél-afrikai gyémántbányát áttettek ide. Egy frissen nyitott alpakka bán. Igen. Na figyelj, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj. Aha, nem tudom, tolatnak. Nem, szerintem megilloptak a közértből. Megélhetési. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Ó, hát ez. De rohadt idegesítő. Az, ugye? Menjenek már biztonságja. Még egyszer meghallgathatom? Persze, figyelj, mutatjuk. Ez még nem az előadó, meg nem a dalcím. Tehát valamelyiket kéne mondani. Desperado. Jézusom, tényleg ilyen is volt, hogy Desperado. Ha, még van is. Kortárs, de... Fuss neki még egyszer. Nincs meg? De jó, jó az a vonal, a miért kínzol, és itt van a dal címe. Szólj már! Az. Te furán volt vége ennek. Így alakult. Másképp emlékeztem. Igen. Jól van. Kivettünk valamit? Nem, vettünk ki semmit, Ádám. Megvan az ajándékcsomag. Gratulálunk. Köszönöm szépen. Ügyes vagy. Köszi a játékot. Én is köszi. Köszi, ciao. Hello. Szia. 8 óra múlt 1 perce jönnek a hírek, mi pedig jövünk a hírek után. 8 óra múlt, pontosan 14 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello, sziasztok. Na látod, tudod, te hogy mi a jó. Berágtam kicsit, gyerek. Így van. Úgyhogy ezt hoztam. Szíved mélyén még mindig az vagy. Az a glam és hard között örlődő fiatal srác, akinek a szobája falán Axl Rose poszter van. Volt, már most már nincs azért. Volt. Otthon sem maradt meg. Nem, nincsen most már. Na, alakulok? Nem zártatok be azt a szobát? Hogy úgy maradjon? Egy kicsit ilyen múzeum jelleggel, egy kicsit panoptikum jelleggel? A Roxette poszterek, az Axl Rose poszterek, és a Madonna poszterek, mert az is volt. Igen, ezt a szobát akkor zártuk be, amikor Balázs elköltözött itthonról. 12 évesen. Mikor intézetbe adtuk, mert kezelhetetlen volt. Intézetbe mentünk, ha kirúgták a gimnáziumból, akkor... Igen. Gyorsan. És Bros poszterek lennének. Bros, Kedzse Gugu és Culture Club. Bros talán nem volt, de Roxette az volt. Meg Axl Rose is. Na, de ez egészen jó most már, nem? Ez teljes eredben van. Jó, hát ez a gondoltam, klasszikus. Gondoltam, hogy ezt tetszeni fog. Aki ebbe beleköt, nem tényleg. Nincs jobb. Most majd 10-kor beszéljétek meg az, aki ebbe beleköt. Ja, tényleg ma szerda van. Ha. Mi van, nem mentek ma be helyettem kivételesen? Kértél rá? Mi mennénk mindig. A Janival itt állunk minden szerben 10-kor. Figyelj. De mondom, Jani, nem megyünk? Hát most nem. Nagyon egyszerű a dolgod egyébként ezzel a kérdéssel, mert igazából válaszolunk sem kell rá, csak azt a végén azt a kérdélet, azt cseréld le egy pontra, vagy felkiáltó jelre. Nem mentek be ma helyettem az értekezletre? Nem mentek be ma helyettem az értekezletre. Nem mentek be ma helyettem, igen. Csak nem mindegy a kérdőjel, vagy az írás el a végén. Nem. Engem ma várnak egy nagyon kedves kis erzsébeti cukrászdában, ahol a kedvemért diplomata pudingot készítettek, ami egy rettenetesen durva és nagyon ritkán fellelhető desszertféleség. Úgy van, hogy fölhívnak téged, hogy János, mikor jössz be, mert akkor csinálunk diplomata pudingot? Beszélgettünk erről elég sokat egymással. De ezt se tudnám képzelni, és nem tudtam győzni.
délelőtt 11 órakor hétköznap, hogy az ember hétvégén elmegy a családdalokként, hogy délelőtt hétköznap 11 órakor, ez egy program legyen, hogy cukrászdába megyek. Hát pont azért megy, mert a család bizony, most nem ér rá. Gyerek az iskolában. Ügyes cukrászokról van szó, és ezt nagyon jól csinálják, picit melós, aha, ezért ritkán van, de most lesz. És a kedvemért. Köszönöm. Jaj, gyerekek, én még nem tudom, hova megyek, ha túlélem a szerdát. Hát a csütörtökre, akkor már, ha túléled a szerdát. Már szerda délelőtt. Gyere nosztalgiával heti... diplomata pudingozni, meghívlak egyet. Na, a hello, múlt heti zenéid miatt, vagy zeneitek miatt. Ja? Semmi nem lesz. Mert a tegnapi az egyben nem lebbek. Hát abban nem, és a tegnap előttibe sem. Amelyik ez a Lenny Kravitz volt tegnap. A tegnap előtti volt Lenny Kravitz. A tegnap előtti az... Miért az szerint az túl lágy volt. Az túl lágy volt, igen. Megállt az M0-as autót az M1-es felé. Aki teheti, a 24-es kijáratnál Baja Dunaharaszti felé szökjön. Ezt Beti küldte nekünk. Aztán baleset történt az M0-ason. Egy kamion és kettő személyautó ütközött a 17-es kilométernél az M1-es felé. Áll a forgalom. Ez egyébként tökéletesen ugyanaz, mint amit az előbb mondtam. Harmadik kerület Pacsirta mező a Flóriántól a Kolosi Kuka. Viszkis papa üzeni nekünk, valamint a Bosnyák téren a lámpák nem működnek, rendőr még nincs, torlódásra és anyázásra kell számítani. Üzente nekünk Vakkancs. Köszönjük szépen. Na, a Balázs alakul ez, péntekre eljutsz a jó zenékig, írja valaki. Mi ez a langyi zene? Nagyanyám hallgat ért a reggeli tyúketetéskor. Figyelj! Yeah. Balázs, ezt te hoztad? Alakul, Balázs. Alakul. Aha. Mondjuk én azért szeretnék egy találkozót visszahozni a nagymamával. Aki ezt hallgatja? Nekem nagyon szimpatikus ez alapján. Igen, hogyha ez neki ugye a langyi. Eltetnék negerente beletjukot. Na, ugye mivel mi nem nagyon vagyunk bűnözők, és nincs is semmiféle bűnözői vénánk, mégis azért jó lenne felgöngyölíteni egy ügyet, mármint csak elképzelni, hogy eljátszani a gondolata, hogy ez hogy történhetett, mert a dolog szerintem érdekes, ráadásul azért is, mert hogy 10 éven keresztül működött ez a dolog, és már most mondjuk, hogy... Akár arra is számíthatunk, hogy az is telefonáljon, aki benne volt, de aki legalább a közelébe került, vagy hallotta, hogy ez hogy zajlik, vagy esetleg ott volt egy ilyen vizsgán, vagy csak megkörnyékezték, hogy letehetne egy ilyen vizsgát, az lépjen velünk kapcsolatba, vagy SMS-en keresztül, vagy a telefonszámunkat a hívja, 555-55-00, hogy tudjuk, hogy ez valójában hogy történhetett a gyakorlatban. Mert ugye itt van ez a híres nyelvvizsga bizonyítvány megszerzési botrány, amit ugye egy bűnszervezet intézett, és több mint 10 éven keresztül működött ez a dolog, ezt most kezdték el felgöngyölíteni, és több mint 1000 gyanúsítottja van, gyerekek, a nyelvvizsga ügynek. Ami most ugye zajlik, hát rendőrök, tűzoltók, pénzügyőrök, 28 büntető végrehajtásban dolgozó, ügyvédek, egyetemi oktatók, élsportolók, ezek mind-mind állítólagosan a gyanúsítottak között vannak, 110 rendőrrel együtt egyébként. Tehát tulajdonképpen ebben az országban mindenki jól beszél már angolul. Igen, papíron. Papíron, gyerekek. Papíron, ha ezt lebontjuk, a lakosság nagy része benne volt ebben a nyelvvizsga ügyben. Döbbenet, én elolvastam, hogy hogy csinálták. Hát ez valami elképesztő, hogy ez 10 évig nem derült ki. Lehet, hogy olyan beosztás volt, akkor nem kellett használni a nyelvet, mert hogy most például gondolok, hogy valaki mondjuk külügyi szolgálatba kap meg egy állást, olvastatok valahol, hogy egy országgal azért szakadt meg a kapcsolatok, mert hogy kommunikációs probléma. Kommunikációs hiba. Az egy dolog, hogy egy hamis nyelvvizsgát te utána mire tudsz használni, valószínűleg olyan munkahelyen tudod, ahol csak fel kell mutatnod, hogy van, és aztán ugye nem kell használni. Na de azért érdemes elgondolkozni a részleteken, hogy ez mégis hogy mehetett. Egyáltalán hogy kerülnek a gyanúsítottak közé ügyvédek, egyetemi oktatók, élsportolók? Nyilván ugye az 1000 gyanúsított közé bekeveredett az is, aki egyébként ebben nyakig benne volt. Állítólagosan, személyesen, újságokban, szórólapokon toborozták azokat az embereket, akik úgy akartak német vagy angol nyelvből közép- vagy felsőfokú vizsgát szerezni, hogy tényleges nyelvtudás helyett fizettek a bizonyítványokért. Hmm. Na itt már az első pont, hogy álljunk meg egy pillanatra. Hogy hirdetted a szolgáltatást? Hogy hirdette az egész ország területén egy olyan szolgáltatást, szórólapokon toboroztak embereket, akik úgy akartak német vagy angol nyelvvizsgát, hogy nem beszélnek angolul. Ezt te kiírod a szórólapra, vagy fölteszel egy fejet, ami kacsint? Tehát játszunk el a gondolata, hogy milyen kis piktogramokat, milyen ábrákat. Áll valaki a blahán az aluljáró tetején, és osztogat ilyen szórólapokat, azzal írva, hogy olcsón, gyorsan, igen, szeretne nyelvvizsgához jutni, voltak ezeken, akar tanulni. Voltak ezeken a szórólapokon hívó szavak? Angol, német, angol nyelvvizsga. Angol nem lehetett, hiszen nem beszélt angolul, igen, az, aki szól a szíjóba. De nem, zárójelbe, okosba, tudod. Okosba, igen. Angol nyelvű okosba. Hogy hirdeted ezeket? Hogy jutsz el a klienségig? Mi az, hogy újságokban, vagy nem akár jó, személyesen
toborozták az embereket. Ezt hogy kell elképzelni? Úgy, hogy mindenki tud angolul. Tehát ez a hívó mondat, te is tudsz angolul. Rád mutató kész, te is igen, tudsz angolul. Te is tudsz. Te igen, is tudsz angolul, gyere el, bebizonyítjuk. Te még nem, te még nem tudod, hogy tudsz angolul. Vagy mi már tudjuk, jó, hogy igen, te tudsz angolul. Azt igen, hiszed, hogy nem lehet mindenkinek nyelvvizsgálja? De. Hívd ezt a számot. Ez már egy érdekes pontja ennek. És szórólap. Ugye, hát ott is akkor valamit fölketem. Újságok. Személyesen. Ez személyesen azt jelenti, hogy iskolák, ahova én bemegyek jelentkezni mondjuk, ott elmondják nekem, hogy csak kiszólnak, hogy figyelj, egyébként gyere, nem tudom, ilyen is ilyen utca, vagy ilyen is ilyen gimnázium, vagy nyelvvizsga, de valaki odaszól, hogy ezt azért majd meg lehet oldani, menjek el vizsgázni? Szól nekem? Jelzi? Hát akkor már igen, tudod szerintem, amikor belelépsz ebbe a folyóba, akkor te már tudod, hogy ez hogy működik. Uh-huh. Ott mi volt? Nem is kellett bemenned vizsgázni? Nem, vagy más hát ebben a szórólapon is eleve ez szerepelt, hogy könnyen, gyorsan, angolul, gyorsan, nagyon gyorsan, nagyon-nagyon gyorsan, akár fél óra alatt is eljutott a felsőfokúig. Nem, be kellett menni, megkapták a megoldásokat e-mailben. Vagy a vizsga hajnalán személyesen megkapták, ugye? Tehát, ha csinálsz egy középfokot, annak van egy írásbelie, illetve egy listeningje, amikor ugye hallgatod is az alapján, engedd el, ne törődj el. Valami listes. Valami kis liszt van benne. És van egy szóbeli, amikor ugye tételt húzol. Most nálunk úgy volt. Bement és ki van rakom, hogy az érettségi 25 darab, és kihúzol egy tételt, és akkor azt mondod, hogy a te napi programod mondjuk, és akkor arról kérdezgetnek. De meg... te rendesen megcsináltad a nyelvvizsgát. Hát, ezer gyanúsított. Ja, igen. Amíg nincs jelentkező, amíg nincs jelentkező, addig tudok beszélni. Nem, én még a Rigó utcában ezt megcsináltam, igen. Csak így, csupán kíváncsiságban. Nem volt olyan, hogy oda senderedett mellé. Hozzám a büdös életben nem jött senki. Igen. Senki. Kis haver. De várj, ennél van sokkal durvább, mert hogy a vizsgázók a szóbeli vizsgán előre egyeztetett kérdéseket kaptak, vagyis előre egyeztetett kérdéseket tettek fel nekik, vagyis a vizsgabiztosok is benne voltak a nyelvvizsga botrányban. Tehát megvették, aha, a vizsgabiztosokat. Érted? Ez nagyon durva. Tehát egy vizsgabiztos, aki arra teszi fel az életét, hogy vizsgáztat, hogy tanít, megvették havi 100 ezer forintért, hát és azt mondták neki, hogy tedd föl a Józsinak, jön a Józsi, nem lesz okos. Mindegy. Ne törődj vele, Józsi nincs helyzet magasztatát. Tedd föl neki azt a kérdést. Uh-huh. Meg legalábbis, amikor én vizsgáztam, ott többen ültek. Tehát ott meg kell venni, nem egy ember ült, hát két vagy három ember ült. Meg a tételhúzás, akkor az összes tétel ugyanaz volt? Egyébként... Érted, be ma 300 darab kis, hogy hívják, hogy itt jó, 50 vagy 60 aha, darab, és az összes kártyán ugyanaz a kérdés mutogatták, van? Mutogatták, hogy... Vagy igen. Ez így megy. Plusz rövid. Bara. Jobbra. Kedves vizsgázó, rövid. Ne légy, barom. Te hülye, barom, nem annak. Hogy ez így, ez döbbenet. Rövid válaszokkal is megelégszünk, kedves vizsgázó. Yes. Jaha, yes, no. Yes, no. Na, gyerekek. Én most találtam egy hirdetést. Igen? Le tudod fordítani? Nem. Gyorsan megvédjük. Eladó diploma érettségi nyelvvizsga oklevél. Ez például ez egy létező hirdetés. OK érettségi nyelvvizsga eladó. Gyorsan és megbízható módon 2014, ha eladó diploma, igazi diploma, valódi diploma, eredeti diploma, nem hamis diploma, oklevél vagy nyelvvizsga kell, akkor ezen az e-mail címen, és itt van egy e-mail cím, lehet jelentkezni. Akkor az egy ilyen bianco, csak még nincsen kitöltve? Hát vagy ott leleve, vagy megbeszéled velük, hogy igen, elkérik az adatokat, bemegy helyetted valaki, vagy elküldenek ezen rendszerhez. De Arte Balázs, hogyan néz ki egy ilyen diploma? Hogy néz ki egy ilyen diploma? De, hogy most formailag például egy ilyen nyelvdiploma, ez hogy néz ki? Ez olyan, mint egy érettségi bizonyítvány. Kintod, barna színű, hány... kinyitod, és akkor ott van, hogy hány pontot kaptál az írásbelén, hány pontot kaptál a szóbeli, és benne van, hogy A, B vagy C, az A meg a B. Tehát a szóbeli írásbeli. És akkor benne van, hogy alapfok, középfok, stb. C. Igazolatlan órák száma. Igen, persze, igen, tetanuszoltás, igen, igen. Fitma szűkülek le. Befizetett ebédpénz és hiányzó osztálypénz. Igen, ez mind nem van. Ez olyan, mint egy érettségi bizonyítvány tulajdonképpen. Ugyanúgy. Tehát gyakorlatilag akkor ezeket úgy kell elképzelni, ezeket a vásárolható diplomákat, hogy csak a név nincsen beírva. Egyébként benne van a pöcsét. Persze, minden oda az aláírás, stb. Vízjel, biztos az is van benne valami ilyen.
de hát kellett, hogy azt is beírják, aha, hogy te miért. És akkor úgy ott vár, hogy az nem, az nem, nem, a, nem a nyelvvizsga hamis, hanem a kérdéseket kapod meg, tehát maga a bizonyítvány az eredeti. Most, aha, tehát amit te olvastál, hirdetés abban az szerepelt, hogy egy diplomát lehet vásárolni. Itt diplomát lehet vásárolni, illetve megoldja neked az angolt. Aha. Tehát, hogy igen, aztán azt később tudod vele megbeszélni nyilván az e-mail cím alapján. Nem, ez csak most egy a Wiki átküldte, hogy pillanatok alatt találsz az interneten még mindig olyan hirdetéseket, hogy eladó diploma, vesző, érettségi, OK-i nyelvvizsga, oklevél, minden. És ez most ilyen... egy létező hirdetés az interneten. Tehát vannak, ez még mindig megy. Vannak még ilyen profik, hogy bemennek helyetted, és akkor kiadják magukat, akkor itt tudom én. Az már nem, azért Rákóczi nincs. Ferencnek és Vadon Jánosnak, ilyen már nincsen. Szerintem az azért nincs, mert most már az útleveleket meg a személyeket, ez régen volt. Amikor te leszedted a személyéről a most hiszem, hogy megint ez is van. Nem, nem érdekes. Nem, igen, tehát hogy volt valahogy megoldották volt valahogy. A személyigazolvány, hajszárító, aha, megoldotta. Csak ott azért le lehetett bukni. Tehát amikor kiszóltak a folyosóra, hogy Horváth János! De ott nem nagyon Horváth tudta. Horváth János, és egyenbürült kint a folyosó. Ja, én vagyok! Ja, ma én vagyok! Tehát most már nem az van, hogy helyetted mennek be, mert ugye személyigazolvány útlevél ezt nehezebben hamisított, hanem hogy megvesznek mindenkit, aha, és te e-mailben kaptad meg előző nap mondjuk az írásbeli kérdéseket. Azt te otthon szépen kidolgoztad, és utána másnap megkaptad ugyanazt. Ha megvesznek ugyanazt mindenkit, akkor minek mész be egyáltalán? Tehát mindenki meg van véve a portástól kezdve, és mindenki kacsintani, akkor bemész. Menni fog. Készültél, ugye? Igen, ez döbbenet. Mit csináltak ott tűzoltók meg rendőrök? Ők tudtak róla, vagy ők is mentek vizsgázni? Egyáltalán nem, én elmegyek vizsgázni, és én egy ilyet igénybe veszek, akkor én engem utána elkap majd a rendőrség, és én is. Persze. Mert hát ugye például a tűzoltók ellen nem emeltek vádat. Uh-huh. Miért nekik nem sikerült? Hát nekik nincs nem, meg. Mert vagy... ritkában használja. Értem. Nem volt rá szüksége a munka közben. Deső, fire van! Alarm! Fire alarm! Hát nyilván nekik annyira nem kell. De mi a rendőrség? Ezek nem fő tűzoltók voltak? Vezetőbeosztások? Aha. Tudod, miért kellett a nyelvvizsgapótlék? Több pénzt kerestél. Na tessék, ott is vagy. Most komolyan. Hát ez a gyakorlatilag gondolkodás volt. Nyelvvizsgapótlék, több pénzt kerestél. Tehát több volt a fizetésed, ha volt egy angol nyelvvizsgád. Uh-huh. Pontosan. Ezért csinálták meg. De 10 év alatt egy önkéntes rendőrben nem szaladt bele senki, aki jelentette volna ezt egyébként. Tehát ez 10 évig működött ez a hálózat, hogy minden ember, aki ebbe belement, este megkapta az angol írásbérnek, vagy az angol írásbérnek a válaszait, vagy a kidolgozott ételeket. Hát azért ez nonsense. Hát te is benne vagy, nem kiabálsz. Igen. Nem? Kínosan kerültem mindenkihez angol szavakat a munkahelyén. Én azt említem, hogy egy ilyen vizsgabiztos, te hogy veszel meg? Odaállsz a Rigó utca elé, jegyzetelet 3 napig, hogy ki jön, ki megy be, majd a metról oda sodróc mellé, most nyilván kicsit naív a felvetés. Mennyit keres? Aha. 120-at. Igen. Akar többet? Igen, megvesszük. Ő érted? Tehát meg kell venned a vizsgabiztosokat. Neki is elmondtad, ugye, hogy a szórólapnak a szövegét. Könnyen, gyorsan, felsőfokú angol vizsga, nagyon gyorsan, akár 1/2 óra alatt, maga szerint sikerülhet? Igen. Ez egész egyszerűen elképesztő. Elképesztő. És több mint 1000-en vannak benne egyébként. És bemondásra mondták meg az árat, hogy mennyibe kerül. Ja, nem fix áras 100 000 és 900 000 forint közötti összeget kértek bizonyítványokért. Ugye azért az ilyen komoly, drága, mert ez valójában bejegyzett. Tehát hamisat tud valaki, csak visszanézik a számot, és azok nincsenek bejegyezve, az elég gyorsan lebuk. Mi alapján mondták meg, hogy te 100 000 vagy 900 000? Hát felsőfokú C, az 900 000, alapfokú A, az meg 100. Igen, ez a... Milyen illat van? Pakkóraban? Oh, 900. Nem, azt mondtam, hogy ránézésre, tehát hogy egyénektől függ, hogy kitől mennyi pénzt kértek el. Nyilván más kategóriára. Ránézésre? Igen. Hát én ingyen kaptam volna. Az biztos. Neked 3-at adtak volna. 30 000. Mivel jött metróval? Metróval. Mi van magán? Jézus, itt van 3 nyelvvizsgát. Öltözzön már fölrendesen, keressen már egy kis pénzt. Találjon már egy normális állást. Menjen el ebből az országból, ahhoz kell is, ugye. Igen. Na, jó, hírezünk egy picit, aztán már van egy hallgatónk, aki reméljük még a hírek után tud beszélni. Bárki, aki ebben részt vett, vagy egyszer csak fölajánlották neki, vagy az utcán leszólították, vagy ne adj Isten, vizsgabiztos volt, de mondjuk 5 éve megkörnyékezték, és nem ment bele. Hát, ha olyat tudnánk találni, aki mondjuk meg is csinálta, és mer beszélni, az lenne a legjobb. Bárki, akinek valamilyen szinten köze volt ezen nyelvvizsgabotrányhoz, az jelentkezzen. Jó? Meghallgatnák, jó, hogy ez egy, tehát hogy megy a megkeresés, hogy megy maga a vizsga. Ha valaki ezt megcsinálta, egy alapfokú C-t mondjuk, és megkapta előző este az írásbeli tételeket, és mer beszélni, nem adjuk ki a rendőrségnek. Meg. Így van. Az SMS számom... Elévült már. 0670 6450000 555-55-00, ez pedig a telefonszám, jó? Jó lenne, ha tudnánk egy-két hallgatóval beszélni, aki ebben benne volt.
Fél kilenc volt, egy percen jönnek a hírek, mi pedig folytatjuk a témát a hírek után. Jaj, Istenem. 3:49. Tessék, lesz 3 perc múlva. Szerda van, úgyhogy ma nem mondok semmit. Ja, jó, akkor is. A zenére. Jó egyszer, meg jó kétszer. Többször volt, úgy érzed? Picit, igen. Meg jó ez a szám, ha elment a babám, ha értitek. Egy férfire sajnálom. Nem vagy, csak minden reggel, gyerekek. Na, azt mondja, hogy nem tudom, mi van a nulláson, de Miklósnál tuti rá az egész a Kis-Duna-hídig az M1-es felé. Szerencsére a másik irány jól járható. Frúzsi, köszönjük szépen. A Petőfi híd pesti oldalában a Borároson kigyulladt egy csöves tanya, írja valaki, a tűzoltó autó elfoglalja a felhajtó sávot. M5-ös 44-es kilométer Szeged felé van egy trafing Söci üzeni, és M7-es 145-ös kilométernél trafi Nagykanizsa felé. Nincs új információnk viszont, lehet, hogy Ákos mondta, azt nem figyeltem, a 3-as metróról, hogy mi a helyzet a 3-as metrónál, jár, nem jár, ugye a Nyugatinál volt egy elég nagy baleset, rohantak a tűzoltók, vagy tűz, vagy baleset, de hogy ott most megindult a forgalom, jár a 3-as metró, ha valaki utazik, akkor írja nekünk, hogy mi a helyzet, hogy tudjon segíteni. Na, mi pedig ugye a kirobban nyelvvizsga botrányról beszélgettünk, és próbáltuk kitalálni, ami magunk laikus módján, hogy ez hogy mehetett. Például, ha szórólapon volt, hogy hát tulajdonképpen lehet havis nyelvvizsgát szerezni, akkor mit tesznek rá, vagy amikor szóba leszólítottak az utcán, mit mondhattak? Hogy vették ebbe bele a vizsgabizottságot, az oktatókat, a tanárokat, az előadókat, mert hogy szinte tényleg mindenki a zsebükben volt. És arra kértük a mi hallgatóinkat, hogy jelentkezzen az, aki vagy ebben volt benne, vagy hamisított nyelvvizsgát, vagy árult, vagy próbálta megszerezni, vagy kilopta a kérdéseket, és a gyerekek meglepő módon rengetegen jelentkeznek. Már elévült ugyanis. Már elévült ki így, ki úgy, ki állnéven, ki nem állnéven, de Anna, mióta felvetettük ezt a témát, le se tudja tenni a telefon, hihetetlen. Hihetetlen, hogy mennyien jelentkeznek. Itt van Aladin. Aha! Na. Aladin, hello, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hello. Tegyél zsebkendőt a telefon elé. Elévült már, gondolom, nem? Persze. Igen. Na, te melyik végén voltál? Vagy te mit csináltál? Vetted, adtad, árultad, szervezted? Én vettem is, meg eladtam is. De saját célra sose. Inkább megtanultál angolul. Az megy, persze. Az megy. Na, hogy működik ez? Segít nekünk, vagy hogy működött ez akkor, amikor csináltad? Egyáltalán mit csináltál? Nekem volt egy ismerősöm, aki tudta hozni a kérdéssort. És ő 200.000 forintot kért a kérdéssorért. Én ezt hajnal 4 órakor megkaptam, én ezt 300-ért továbbadtam, és azt javasoltam többeknek, hogy álljanak össze 2-3-4-en, akkor oszlik a költség, és akkor így adtam. Tehát itt valaki kérdés. Egy ismerősöt kilopta az írásbelinek a kérdés sorát? Azt, hogy ő honnan szerezte, az nem tudom, nem is írtam. És te honnan tudtad, hogy kik mennek vizsgázni? Te megvártad ott őket az iskola előtt, vagy aznap reggel, amikor ők mentek a vizsgára? Igen, a főiskolán sok diáknak szüksége van nyelvvizsgára, és oda nem jó a nyomtatott verzió, de bejegyzett háttérmunka is kell hozzá, hogy annak nyoma maradjon. Hogy valójában, hogy igazi a nyelvvizsga. Aha. Nyomdai úton az bárki megcsinálják ezt. És akkor te oda mentél hozzájuk, és felajánlottad nekik ezt? Sok ismerőse van, és akkor volt, aki már tudta, hogy ment körbe az info, és jöttek hozzá. Aha. Onnan kell mit szerezni. Na most adott napon mindig csak egy tétel sor volt? Nem az volt, hogy többféle tétel közül lehetett választani? Volt több is, de aznap az volt. Tehát hajnal 4 óra, akkor ami reggel 9-kor kezdéseket, akkor az azt jött. Már lehetett tudni. Istenem, kemény meló, te is a pékekkel keltél. Van másik verzió, amikor személyigazolvány van csinálva, másnak az adataival, az ő arcképével, de megy. És akkor ez szerintem ez talán ez a régebbi verzió, amikor ugye a személyigazolványokat még azért jóval könnyebb volt hamisítani. Ja, most is lehet, persze. Nyilván mindenre most is van mód, persze, most is az embernek jó vonala van, de régen egy 8. általános is tudott személyigazolványt hamisítani, mert konkrét egy hajszárítóval leégetted róla a fóliát, kivetted a fényképet, beraktad a másik fényképet, és egy körzővel ugye meghúztad a pecsétet, amit hát tintában már tudta. Hát ezért ma már ezt nem tudja megcsinálni otthon senki, hanem most már azért. Igen. Végeztél közvéleménykutatást, hogy mire kellett a nyelvvizsga az embereknek? Hogyha a diplomához? Akinek bejegyzett kellett annak, vagy diplomához, vagy a hatósági szerveknél tűzoltó, vagy stb. Börtönbe, azoknak emelkedik a nettó bérük, hogy van egy nyelvvizsgájuk. Így van. Akkor mennyibe került ez? Egyet ez mikor volt körülbelül? Csak hogy tudjuk, hogy ahhoz képest ez mekkora... Egy olyan 7 évvel ezelőtt. 7 évvel ezelőtt, tehát mit tudom, 2005-2008 körül mondjuk. Mennyibe került akkor?
nekem 200, és én tovább adtam 300, de volt, aki még tovább adta, és akkor ő még rátette amennyit. Tehát egész diszkréten csináltad már abból a szempontból, hogy ha te 200-ért kaptad, 300-ért adtad tovább, te olyan nagyot nem is kaszáltál rajta, nem? Hát azért el lehet belőle szerezni egyet. Jó, most nem úgy értem, sokáig csináltad, tehát sok pénz jött belőle össze? Hát azért egy 5 alkalom körülbelül nem volt olyan sok. Aha. És azt te nem tudod, vagy soha nem is kérdezted, hogy ő honnan szerzi a kérdéssort? Nem is érdekelt. Aha. Ez volt 3 év, de ha 3,50-et fizetett valaki, akkor a tablóképre is fölkerült. Igen. Írja valaki. Most mit csinálsz? Most veletek beszélek éppen. Aha, látom. Úgy. Terelés. Nem arra gondolok, hanem... Tehát most már normális munkád van? Vagy sörözöl még? Sörözgetsz még? Igen. Mit mondtál? Sportoktató vagyok. Sportoktató. Hát ott nincs hamis tigris bukfence, az nehéz. Jobban örülök neki, mintha azt mondtad volna, hogy csontkovács vagy. Igen. Hát persze nem mindegy azért, hogy összedőle a híd, vagy meghal alattad a beteg, nem mindegy, milyen diplomát hozol azért a másiknak, tehát most, hogyha egy szobafestőmázónak hozol egy végzettséget, akkor az most nagyon nem tudja elrontani, életekkel nem játszik. Olyan nem volt, hogy nem ugyanaz a kérdés volt? Tehát te kivittél valamit, és utána jöttek ilyen felbosszant... Ez alatt a pár alkalommal nem érkezett ilyen visszajelzés. Aha. Tehát te, amit továbbadtál, mindig az volt. Az rendben volt, ezért volt visszajáró. Na jó van. Aladdin, köszi, hogy elmondtad. Jó. Köszönjük szépen. Hello. Ciao, hello. Salam alaikum. Aladdin. Nagyon jó. Nem arab nyelvvizsgát tudod, hanem angolt. Ja, te hülye vagy. De azért ilyenkor, amikor van akinek egy ilyen kamu nyelvvizsgája, azért lehetnek kellemetlen szituációk bent a munkahelyen, nem? Aha. Ja, gyere, már itt vannak a külföldi befektetők is, a Margitka megbetegedett, de hát neked van nyelvvizsgád, ugye? Jaj, nagyon sokat felejtettem már, ugye régen vagyok, igen. Nem használom. Több kollégám vett, mert a diploma átvételéhez kellett. Azóta kapják a nyelvvizsga pótlékot is. Ne hívjatok, írja nekünk egy hallgató. Régen még büntetve is voltam közökúriat hamisításért, csak átment rajtam keresztül az ügyintézés. Ezt nem annyira értem, elég zavaros SMS. Azt mondja, hogy van egy barátom, aki megvette az érettségiét, bejegyzett érettségi 60 ezer, az érettségi tablón is fent akart lenni a 100 ezer, írja egy hallgató. Kemény. Tudok olyan bankvezetőt, akinek így van nyelvvizsgája. Ne hívjatok. Az A-kategóriás jogsit meg lehet így csinálni 60-ban, írja Zsolt. Hát? Hogy adják? Igen, mert nem kell. Igen. Jó kapcsolat kellett, nekem volt 300 ezeret fizettem, 2001-ben be se kellett mennem. Az milyen? 2001-ben 300 ezer azért az nagyon nagy pénz. Én láttam érvényes eladó két nyelvű érettségit, az egyik neves budapesti gimnázium pecsétje volt rajta, csak ki kellett tölteni. Hát igen, azt valószínűleg... Mondtam, hogy köszi nekem is, van írja Betty. Kilopták őket a érettségi előtt. Igen. Meg ott nem lehet utólag tetteni a dolgokat, mert aki egyébként rendesen érettségizett, az ugyanúgy nem emlékszik már az abszolutizmusra. Meg a felvilágosodás korában. Igen, csak a nagykönyvben ő bent van, tudod, aki meg egy ilyen kitöltöttet kap, az nincs. Józsefvárosi mondta anno a faszi, olyan érettségi bizonyítványt adok neked, utólag feltesznek a tablóra. Ez ekkora duma. Az is jó egyébként, nem? És tudod, így ilyen, hogy egy osztály találkozott, de ez itt ki a képen, te ismered? És ott is ülne veletek. Az a nagyobb, hogy ez jogsival ugyanígy megy, az angolommal még nem okoztam balesetet. Anyukámnak pár éve érettségit vettünk, sajna bíróság lett belőle. Őt még nem próbáljuk meg felhívni, piros szava bejelölve. Azért mama akart egy érettségit? Igen. Kellett valamire biztos. Próbáljuk meg Anna, hát ha belérhető, hogy mama miért szeretett volna érettségit, mit akart volna. Az volt a hívómondat, sikeres nyelvvizsga garancia. Aha, garancia. Sikeres nyelvvizsga garancia. Garancia. Nem egyszer osztogattak ilyen szórólapokat Pécs belvárosában, írja Ákos. Még ez meggyőző. Sikeres nyelvvizsga garancia, jól, nem? Jól hangzik. Erre visszakérdeznék, hogy mire gondolsz. Ez elég jó. De amikor például fölhívsz egy ilyet, akkor van tapogatózás a másik fél részéről? Nem tudom, hogy ez hogy megy, hogy nem félnek attól, hogy te mondjuk egy nyomozó vagy. Igen, hogy ő egyből pacekba bekínálja, hogy figyelj, 100 000 is megvan a izé. De hát hogy? Uh-huh. Hát csalunk egy kicsit, hát ezt nem mondod el. Ez finoman szerintem. Egy fokozatosan. Akar könnyíteni? Fokozatosan indul. Lehet azt mondja, hogy például azért játszod, hogy mondjuk pénz visszafizetési garancia?
Tehát ha nem sikerül a nyelvvizsga, visszaadjuk a pénzét, aha, vagy ilyesmi. Hát gondolom, ezek is ez jó szavak lehetnek. Hát ez erre megy ki, hát itt írja, hogy ugye sikeres nyelvvizsga garancia. Tehát ez az lehet, persze. Azt mondja, hogy az én ismerősöm az önkormányzatnál gyártotta a jogsikat sorozatban. Megbukott, de nem csináltak vele semmit, kirúgták, ennyi, nem történt vele semmi más. Írja egy hallgató. Na van még az anyukás? Az alkategóriás. Nem hallok semmit, csak ha írtok, hanem... Alkategóriás anyuka az érettségivel. Azért, amikor a muterral együtt elindulsz érettségit vadászni, és megbuktok, és bírósági ügy lesz belőle. Igen. Azért az érdekes. De ezért karácsonyi ajándék lehetett, hogy valami... Mit szeretnél munka... mama érettségire? Igen. Pulóvert vagy könyvutalmány? Érettségit is. Egy új klipszet, egy fülbevaló, pirítós sütő, mosógép. Nem, érettség. Mit mondott? Dolgozik, nem tud velünk beszélni csak azért. Ő 60 éves volt az anyukája, és a munkához... Tudtam, hogy ez egy jó sztori. Munkához kellett a mamának, de megbuktak. Megbuktak, lebuktak. De 60 évesen a mama munkáját váltott, vagy egyszer csak rászólt valaki, hogy 20 éve ugyan itt dolgozik, de mutasson már be egy érvényes érettségét. Igen, meg gondolom, hogy közel volt már nyugdíj és gondomás a szorzó akkor, hogyha van érettségid, vagy hogyha csak egy szakmunkás vizsgád van, és rájöttek, hogy hamis, de bevallotta, hogy valóban az, tehát mivel elismerte a bűnét, így nem kapott semmit, de különben fél év felfüggesztett lett volna. Nem mond, figyelj, anyáddal nem nagy sztori belekeveredni, hogy hamis érettségi botrányba, és ültek a mamára a bíróság, anya, megmond. Megmondtam neked, ne csináljuk. Megmondtam neked, hogy ne csináljuk. És ülsz az anyáddal a bíróságon, mert vettetek egy hamis érettségét. Tisztességben őszültél meg, és 60 évesen itt ülünk a bíróság. Mama, megmondta neked, hogy két tyúkért, ne fogadd el. Ne fogadd el azt az érettségét. Nem lehetett minőségi munka. Lány nagyon-nagyon cuki volt. Ráadásul kis csaj az anyjával együtt. Hát mekkora formák, nem? Mama, megmondtam, hogy ennyit nem ér az az államtitkári állás. Nagyon jó, imádom. Imádom. Na, mi lett velük? Ja, nem történt, aztán semmi, elmondtad, igen. Jó. De aki nem tud együtt élni a témában, most büntettek meg a közszerületesek 3 perc miatt, hányok tőlük. Ő nem tudott ráfűzni a témára, meg is értem egyébként. Na jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Azért elég sokan, hogy kiderült, azért így. Benne vannak ebben a történetben. Hármas ugrás, játsszuk már is valakivel. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Emlékeztek a 94-es negyedik bére? 3500-an voltunk a tablón. Tényleg akkora volt, mint a feszti körkép. Igen. Halló, jó reggel! Halló, jó reggel, sziasztok! Zsolti, halló Zsolti! Zsolti, honnan jössz inkább, Zsolti? Debrecenből telefonálok. Debrecen. Legális nyelvvizsga? Legális nyelvvizsga. Uh-huh. Igen. De lett volna lehetőség? Lett volna lehetőség, de nem éltem vele, mert tisztességesen felkészültem. Na, de várj, hogy jött a lehetőség? Vagy kitől jött a lehetőség? Gyakorlatilag én ezt a írásbeli nyelvvizsga írása előtti reggelen kaptam egy infót, hogy van arra lehetőség, hogy picit borsos összegért, de igaz csapatmunkába összedobva, okosba egy órával korábban a nyelvvizsga helyszínen megjelenve kinyitják ezt a kis borítékot, amivel benne voltak a feladatsorok, meg is lehet konzultálni, és akkor ugye picit nagyobb a lehetősége a sikeres nyelvvizsga tételnek. Hát ez én nem éltem, mert elég sokat készültem rá, de lett volna. Ez már évekkel korábban volt, de és mennyi volt az összeg? Ha jól emlékszem, ez 8 évvel ezelőtt olyan 100 000-es nagyságrend, nem akarok ilyeséget mondani. Uh-huh. Tehát ott is lett volna lehetőség, azért ez szép. Igen. Na jól van, Zsolt. Milyenek a kérdések, Jani? Könnyűek. Hát egy ilyen tanult embernek mindenképpen. Na megnézzük. Tessünk neki. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztó. Melyik legendás néma filmsztárt alakította a filmvászon Robert Downey Jr.? Charlie Chaplin. Így van, fantasztikus alakítás volt. Utána a fejébe is szállt egy kicsit a Cox miatt. Hát egy pár évet elment el vonóra. Kicsit pohénkodott. Viszont most ő keres a legjobb a Hollywoodban. Bizony. Szűköcske, 70-ecske, 70. milliócska, dollárocska. Azt hiszem, hogy elvizsgálnak utána nézni. Aha, igen. Hát ő szerintem tud angolul. Igen, valószínűleg. A németnek.
Mehetünk tovább? Igen, mehetünk. Így szól a második kérdés dedikált Egér Eletértért. Ki az a magyar úszónő, aki az idei rövidpályás világkupa szezonban már 5 világcsúcsot úszott? Hosszú Így van. Kened vágod. Nagyon jó. Nagyon jó. És a harmadik kérdés előtt kérdezem én, hogy megálljunk, vagy tovább mész? Milyen témakör azt lehet tudni? Állat. Állati. Állati? Aha. Debreceni vagy, vagy csak ott élsz? Debreceni vagyok. Debreceni kicsit vagy. Hát jelent, akkor igen. Kicsit beljebb vagy. Na? Külváros vagy belváros? Be. A világ falu. Közel az állatkerthez. Mi legyen? Essünk neki. Itt szóval a harmadik kérdés dedikált óráért. Melyik állatot nevezik 2 éves koráig Tokiónak? Tokió? Hát nem Tokió, hanem Tokió. Tokió, igen. Tokió. Tokió. Igen. A híres Tokiói. Igen. A fugut. Na? Írom, keresem. Ebből bum lesz. Bum lesz? Valamit mondjál egy állatot. Mondj egy állatot, tényleg veszteni valód nincs. Egy hazai. 2 éves koráig Tokiónak nevezik. Melyik lehet ez az állat? Na, mondjál valamit, most. Makákó. Mondom egy itthoni állatot. Makákó. Makákó. Igen, itt van egyébként. A Városligetben. Igen, hozzá közel viszonylag sok. A juh, ez a juh, juh lett volna. Juhocska. Nem mondtam. Izgultam nagyon. Nem, ezt akkor sem tudtad volna, nem izgulsz. Csak egyébként tök őszintén mondom, szóval nem. Legyünk teljesen őszintén. Csak akkor hamarabb bedobtad volna a makákot. Igen. Na, bumbozunk egyet, jó? Hát ha mennek az ajándékcsomók, Tiki, Taki, figyelj Zsolt. Bum! Na. Nem kár érte. Nem. Mellé. Ne csak egy picit. Nálam. Sajnos nálam sem. Feri? Sem. Semmi? Sem. Rohadék. Nem. Nem jelez a szoftver. Hát egy élmény volt veletek játszani. Nekünk is. Zsolt, vigyázz magadra. Köszönöm szépen, köszönöm. Minden jót kívánok. Köszi a játékot. Ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 5 kilóért most is van olyan érettségi, hogy még az osztályfőnök is emlékszik rá. Még a szerenádon is ott volt. Állítól. 1 perc van pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. 4:10 lesz, 2 perc múlva jó reggelt. Kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Sziasztok, jó reggelt. Kivittem a méhkast, mert már méhek költöztek a mézes üveg köré. Mondtam, hogy ne menj be. Nem csak a méz. Mert rendet raktam. Nem bírtad ki, mi? Kicsit örültél, hogy rendet rakadsz. Kicsit úgy vártad, hogy na, nem megyek. Na jó, bemegyek. Figyelj, én szeretek. Nagyon, nagyon nagy rumlit találtam? Nem. Hát volt egy mit tudom én, 2-3 deci méz így rendeltetés ellenesen. Szétkenve itt ott, amott, de mindegy. Rendet raktam, most minden megint nagyon csecse. Jó. Mehetsz. Nem, ma már meg vagyok. Már megreggeliztem, úgyhogy a következő veszély az majd holnap jön. Nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet. M0-ás az M1 felé mindhárom sávon dugó, az M1-től egészen az M5-ösig. K.O. a nullás, ez zsékülte nekünk. Dunaharasztitól áll az M0-ás az M7-es felé. Üzeni Kenta úr, valamint Cseperő halászterekre csak lépésben lehet bejutni. Őrült nagy a dugó. Soroksári úton, határút és a Csepeli felüljáró közötti szakaszon Soroksár irányában van egy trafipax. Ezt Ildi küldte nekünk. És igen, azért van ekkora dugó, és azért nehéz feljutni a nullásra, mert a 17-es kilométernél Győr felé van a baleset. Mentők, rendőrök a helyszínen. Emiatt van hatalmas dugó, és emiatt van a sorvége már az M5-ösnél. Ezt Zsoca és elküldte nekünk, köszönjük szépen. Jár a 3-as metró, gördülékenyen, mintha mi sem történt volna, ugye kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, elküldte ezt Bence, és a Lébényi lejárónál a határ felé mérnek a rendőrök az M1-esen, ezt Tartályos küldte nekünk, köszönjük szépen. Kérdezi valaki, hogy a 3-as ugrás kérdéseket mennyiért, kapni előre. Mennyiért fogjuk kijátszani, vagy mennyiért tudja valaki megkapni. Nem is rossz biznisz. Na? Yes. Figyelj, csak egy 20-as, azért tett 100 000 egy héten. Annáig miből vettek új autót, meg új lakást, meg miért költöztek, érted, pasarétre. Így van. Hát beszigeteltetek most az egész toronyházat.
De visszaosztok a Janinak, mert ő írja. Van egy kis zsebbe, van egy kis zsebbe osztás. Így van. Igen. Érted? Így van, vödrös trüffel krémet kapok. Igen. Két kiló porcukorra leöntve. Igen. Ha. Spanyol nyelvvizsgosz, vebosz. Nem akarom. Vásárolsz, azóta is perfektosz vagyosz, apafej küldte nekünk. Júli, mi van a kezedbe? Hello, hoztam jó reggel. Valamit, srácok. Na. Kertünk új lakóit. Na, mit aztán? Ez a giliszt. Figyelj, csak előtte egy kérdés, még így a nyelvvizsgára mi jött bele, mink, hogy te is leveleztél valakivel, de igen. Csak itt tesz jelleggel? Vagy igen. Azt hiszem, hogy 2 vagy 3 évvel ezelőtt volt egy nyelvvizsgabotrány, és akkor én megkerestem egy ilyet, mert hogy ugye ezek e-mailen hirdetnek, vagy e-mailen lehet velük felvenni a kapcsolatot, és akkor egyáltalán van egy közvetítő, a közvetítő közvetítőjének a közvetítőjével levelezget. És te miért leveleztél velük? Hát, hogy megtudjam, hogy mi a rendszer, tehát, hogy mennyibe kerül, hogy megy egyáltalán. Egyébként én akkor készültem nyelvvizsgára, úgyhogy érdekelt is volna, hogy mennyi az annyi. És? Hát az a baj, hogy én saját névvel jelentkeztem be, úgyhogy ő lecsekkolt engem rögtön. Aha. De a Klassz FM-es e-mail címről. Nem. Azt hittem. Nem, saját privát e-mail címről, és akkor visszakeresett, és látta, hogy én kölyökidős vagyok, úgyhogy őnek meggyőződése volt az, hogy én valamit forgatni akarok, és ahhoz kell a háttérinfó. Aha. De egy idő után már csak a kíváncsiság is vezetett, szerettem volna megtudni, hogy mennyibe kerül, és mondta, aztán kiderült, hogy ő nem papírt árul, ő bérvizsgázós. Tehát ő bemegy helyetted. Nem ő, hanem nyilván... Hanem tud valakit, aki bemegy. Én egy lány vagyok, ő meg egy fiú volt. Aha. Tehát, hogy neki megvannak az emberei. A mai világban bizony. Mondjuk ilyen parokát nem egyszerű találni. De én olvastam egyébként ilyenről, hogy a nyelvvizsga előtt úgy vezették el a rendőrök a vizsgázni készülőt, mert egy jóval idősebb férfinek a személyigazolványával próbált bejutni a vizsgára, és kiszúrták. De kemény. De mi rendőrök ott vannak a nyelvvizsgán? Nem, de kihívták rá. Ja, hogy kihívták a rendőröket. Erőtsék meg, ez egy félértés. Nem belekeveredtem csak ebbe a dologba. Na, mit hoztál? Mi ez? Julinál van egy doboz. És melyik kötőkből jött ki? És a dobozban vannak kukacok. Ezek a sejemfényű puszpánk molyoknak. Ne nyisd már ki. Mitől félsz? De azért, mert tiszta puszpánk moly lesz az egész stúdió. Beköltözik. Nem lesz, nem csinálnak. Ők az életünk új megkeserítői. Ott a pici, nézd. Úgy képzeld el, hogy több ezer van belőlük a kertünkben, egy körülbelül 3 négyzetméternyi sövényem. Csak a sövényt szereti? Csak, igen, azt. És felzabálják, de úgy, hogy elmentünk Balatonra, de másznak ki, hallod? Nem, már csukd már vissza. Miért? Mi van? Most nem lesz, mert tiszta moly lesz a stúdió. Lesz, ja, szört a karodról. Figyelj, ezek közben. A karodat teszi le. Olyan anyagot, mint a vattacukarint. Az, de úgy képzeld el, hogy tehát rajta voltak a sövényen, ez kb. Egy ilyen 3 négyzetméternyi sövény, hazajöttünk a Balatonról, és a Milán jött be azzal, hogy anya, elszáradt a sövény. És amikor kimentem, és így közelebb hajoltam, azt láttam, hogy így nyüzsög az egész. De annyian vannak, hogy hallod, ahogy rágnak. Uh-huh. De most a gyereket kivetted, és a kezeden tartod a kicsit, apának fog szólítani. Kicsit megnézem, kíváncsi, hogy én értem, én nekünk ilyen nincs a kertünkben, én még ilyet nem láttam. Ha mondod, hogy gyere át hozzánk, csak van egy mondom egyébként, hogy addig örülj neki, amíg nincs. Mert hogy nem csak a sövény zabálja le, hanem a tujákat is. Márpedig, hogy nem tudom, hogy milyen sövénye van az embereknek, a sokféle lehet, olcsóbb is lehet. A tuja viszont nem olcsó. És végigültetett szépen gyakorlatilag azért, hogy a szomszédod ne lásson át, vagy te ne lássol a szomszédhoz, és ezt nagyon sok helyen csinálják, így szépen így 3 oldalon ugye a telkedet. Megnő a tuja, néhány év alatt gyönyörű, öntözött, stb. Ha ez a puszpánk moly egyszer belepetézik a tujáknak a törzsébe, aha, kis lyukat vág bele egyébként, oda belepetézik, onnantól kampó vége, csak ende, a benzin is az segít, mi? És azt mondják, hogy csak ez, mert hogy szépen kivágod és elégeted, és csak ez az egy megoldás, hát nem, van ez ellene. Lesz, úgy képzeld el, hogy ezek saválóak. Én vettem olyan permetet, amitől már a papír kiégett a kezem, belemállott a bőr, ezek így nyújtózkodtak működésre. Nem lehet, hogy fekszik valaki a kerted aljába, és azzal jönnek, hogy valaki oda letekült, és igen, a bácsi, tudod? A titokzatos bácsi, aki éppen ilyen hangot ad a lakásodban? Nem, ez, a Viki már viccelt ezzel, hogy igen, valakit új testben, vagy új testekben született újjá a kertünkben. De ezért el kellett vinni máshova. Gusztustalan, meg képzeljétek el, hogy most az a legújabb, hogy lemásztak a tujáról, vagy a bokorról, és átmásztak a falra, átmásztak a teraszra, tehát mint a vörös téren így vonulnak. Olyan érdekes a te lakásod, hogy mindig történik valaki. Vagy egy, adni azt a házat. Vagy egy bácsi járkál, és nyitogatja az ajtót, miközben te, mint a zuhanyzol, ő bemegy a spejzbe, kijön a spejzból, vagy ilyen, nem tudom, kukacok lepnek el benneteket, és erre mit mond? Hát ezt azért ki lehet írtani, vagy ezzel lehet valamit csinálni. Persze. Van rá állítólag 6 különböző féle fajta permet. Én mondom, az egyiket megvettem, lefújtam velük, semmi nem történt. Semmi, az ég a tejben.
égvilágon, beleröhögtek a képembe. Másnap lefújtam őket sós vízzel, aztán lefújtam őket ecetes vízzel, semmi nem történt, arra sem mozdultak, úgyhogy egyébként, ha van valakinek valami ötlete ellenük, az mondja meg, de most már tényleg ott tartok, hogy a sövény az menthetetlen, ezt ki fogom vágni és fel fogom gyújtani. Ugyanaz a taktika működik, csak ami Vietnámban a felterzsel. Nagyon durva egyébként, ijesztő, hogy mennyire tönkre tudják tenni a kertet ezek a kis károkozók, vagy kórokozók, és amikor kikelnek, amúgy szépek, nagyon szép kis pillangók lesznek belőle. Ezek csak még amikor, csak szépnek se szépek. Amikor hogy... mondjuk mi jó étpuszi előtt közvetlenül még a szobában, bent a szobában, 8-10 darabot fogdosunk még össze, és visszük ki. Mert hogy amikor szellőztetünk, nincsen szúnyoghálunk, és amikor szellőztetünk, akkor bejönnek a fényre. Aha. És tele van vele a szoba. Tele van vele. Rengeteg. És tudod, mi a, még az undorító az, hogy ezeknek van ilyen fonájuk, vagy mi a szal. Igen, ezt így szövik. Közlekednek. Igen. És egy csomószor van az, hogy kilépek az ajtón, és így arcba kapom. Mert ő jön, és így leereszkedik. És büdösek. Olszag van tőlük a kertben. Az biztos, hogy ők azok? Nem, ezek azok, nézd meg ezeket a kis picike kis pöttyöket ott az alján. Kaki, ami, igen, az igen, a kaki. Igen. Kaki. Aha, hát sokat. Mert eszik akkor nyilván. Eszik, figyelj csak, ha már így elkezdted összeszedni, azt nem lehet, hogy összegyűjtöd az nem. egészet? És nem, figyelj, ez annyi volt, hogy... átviszed a Feriékhez. Vagy a Balázsékhoz, mert hiányzik nekik ilyesmi. Szóval, hogy nem, mert hogy van egy akkora sövényük, mint mondjuk innen odáig a stúdió. És így annyit csináltam, hogy megfogtam így az egyik levélnek a végét, és lehúztam. Hm. Tehát ebből több ezer van most ott a kertünkben, és emlékszem, hogy én láttam ilyet a teraszunkon, és így mondtam is a Milánnak, hogy nézd, Milán, de érdekes, egy herjú, fúj, szétnyomtad. Aha, egyet véletlenül, igen, bocsánat, egy, igen, ahogy visszacsuktam, igen, na. Már elmormoltam, úgy, négy imát érte, ahogy nyomtam az egyiket. Már elindultak bosszút állni a nyílás irányába, a családtagok. Hívják egy jó kertészt. De mit csinál vele? Ő is lespicceli, és akkor... Hát de jó, lehet, hogy más a spicceli. Igen, nem biztos, hogy ő spicceli, mint ahogy azt szeretnéd. Megadom az én emberem számát. A kerületbe beleszagol a levegőbe, és megmondja, hogy mi van a babérom, meg a tujjasorodat. A te embered lehet, hogy a kerteteknek egy távol első sarkában van bemobbáboznak. Gyerekek, az én emberem márciusban megmondta, hogy idén nem lesz nyár. Aha, és tényleg. Uh-huh. Volt igen. Nyár, vagy nem volt igen, nyár? Igen, de a Júli nem időjárás jelentőst keres, hanem kert. Ránéz, átküldesz neki egy fotót erről a kis lényről, és megmondja, hogy milyen permetet kell hozni. Megérkezik nagyon klasszik módon egy ilyen kis tartállyal a hátán. De nekem is van tartály, jó? Nem mindegy, hogy mi van bennem. Hát de ő hoz neked Balázs, rendes ilyen... raktam be, vettem vegyszert, elmentem a... De milyen vegyszert? Hát de olyan vegyszert, amit kell, most nem mondom ki a nevét, vettem egy izét, így de mi ezek nem halhatatlanok ezek? Hát de ezek hát nem ezek azok, basszus, azok. Vegyvédelmi ruhába hoztak ki átorul a izéből. Mondta a nő, hogy... Biohazard felirattal, igen. Hogy ne legyen kint a gyerek, mikor permetezik, hogy utána cseréljem le a ruhát, hogyha lehet, akkor legyen rajta a maszk, el a telket áron alul. Így van, szóval... De én nem tudom, de a sós víz, meg ezek, amiket mondtál, ezek nem segítenek. Figyelj, először lefújtam rendes permettel, és utána mondták, hogy sós víz, meg ecetes víz, azokkal is lefújtam, semmi bajuk nincsen tőle. Aha. Jó. Röhögnek rajta. Aha. Várom. Akkor ez valami mutáns faj, mert több hallgatónk ír egy bizonyos szert, amitől ezek kipusztulnak. Hányadik kerületben? Hol laksz te? 19. 19. 19 amiben. Figyelj, ha nagyon kell, mondom, megy a megoldó ember. Na, de neked le van betonozva a kerted. A takarító ember. Betonozva. Nem. Igen, oda, a sok halott alatt a nincs oda. Igen. Középen. Figyelj, ha kell, a megoldó ember megy. Nagyon korrekt, megérkezik, és a tartályával felsírnak ezek a kukacok, és elmenekülnek. Egy ilyen lángszóróval végig, ő intézi, ő a megoldó ember. De ha első Júli, én olvastam nagyon megbízható forrásból, hogy az ösztrogén le kell pisilled az összeset. Oda a női nemi hormon elintézi őket. Most az egyébként az a hétvégi program, hogy a gyerekek kimennek, és ki tud többet eltaposni. Na, ez mi? Na, ez milyen jó karma a gyerekeknek. Igen. Ki ölt meg 1000-et, az kap egy palacsintát, ki ölt meg 2000-et. Igen, nagyon utána letakarítják a bontásból megmaradt téglákat, összelapátolják a cementet. Igen, és kihordom velük a sintet. Figyeljtek, illetve mondjuk a Balázsék nem régiben elkezdtek, illetve még nem kezdtek el, de tervezik, hogy elkezdenek horgászni. Meg csali. Tessék, annyi csalit hoz neked a Júlia, amennyit csak akarsz. De Balázs, nálatok soha semmilyen nem volt. Dehogy nem, hát én küzdöttem hangyákkal, hát erről meséltem is egészen igen. Hosszan. Nekem végeláthatatlan háború és volt a hangyákkal. Szerintem a gyerek nagyon élvezni. Igen, hogy vigyek át egyet, aha. És aztán ezek ott szépen elszaporodnak. Így van, tedd föl, és akkor nézelődnek. Igen. Megtelepszik-e nálatok? Én harcoltam nyestel, harcoltam macskával, hangyával, figyelj, a kertes házban, ott minden van. Balázs, ott pampalini. Minden van. Figyelj, én kimegyek este, elejtem a nagyodat a kertbe, megfogom, levadászom, tehát ott minden van. Figyelj, a hangya vadászatnál is
tegyél nekik sót, tegyél cukrot, sütőport, hogy azt összezavarja a szaglószervüket, mert sütőport konkrétan elhordták. Tehát én letettem nekik este, hogy fölnéztek ám, rögtek egy nagyot, és reggel elvitték a sütőport. És megsütöttek 4 kenyeret a kertbe, 3 kiflit, 6 zsömlét, nagyon rögtek, és mondták, hogy még, és így integettek, hogy még bali. Sütőport nem az a takarítónő volt. Mi ez? Nem kaptam? Bánca. Egyébként nincs annál kiábrány, tudom, azt mondom, most megvagy, Roldi, most megvagy. Sütőpor, és váratod, én néztem, 4 kézláb álltam, és vártam. Jön a hangya. Fölkapja hátára, és elindul. És ez csak azt látod, szól a többieknek, és 10 perc szóval már a többiek is elkezdték elhordani a sütőport. Mondom, de jó tipp, bárki is adta. És 10 perc alatt fényesen nyalták a padlót, és eltűnt a sütőpor. Semmivel nem lehetett őket kiirtani. Egeretek volt már? Egér az még nem volt. Egér nem volt. Nekünk hossza ott a macska. Ezeket baromi nehéz egyébként kiirtani. Tehát ha ilyen állatod van, és ezt nem tud elkapni, bármi hangya, molylepke, kukac, egér, ezeket nem könnyű elkapni, okosak. Egyre ravaszabbak, olyanok, mint a terhesnők, gyanúsak. Minden terhesnő gyanús. Pici nyitott nem tudom, ők gyanúsak. És nagyon közel vannak hozzá a tuják, mert nagyon aprócska kert, ha de annak lehet csúfolni. És nagyon sok pók jön be a lakásba. Igen, az apró, az jó. Hát az kert, ez nem kert. De is jönnek be, áramlanak be a pókok. És mi azt csináljuk, hogy gyakorlatilag minden egyes alkalommal, már tegnap is bejött egy ekkora, nem hazudok meg, egy 2 új percnyi pók. De ez a lábával együtt, vagy csak a teste? Gyorsan, nagyon kevés időm volt, mert nagyon távol volt a fogmosó pohár, ezért a virágét használtam, most iskolában is ezt nem ráborítottam, kis papírlap alá, ki a kertbe, kidobjuk, szevasz. De hogy ez gyakorlatilag mindennapos. De te nem gyilkolsz soha? Nem gurul egy gyógyszer? Nincs olyan, hogy rálépsz? Nem szoktam. Ezeket a pókokat meg pláne nem. Én azért néha azért nem taposom el őket, mert akkorák, hogy hallom, ahogy ropog. Nagyon egyszerű, pókra pohár, gyerek imádja, megtanítottam neki rá a poharat a pókra. De papírlap. Miért nem ölöd meg? Nem tudom, nekem ő már valahogy ilyen intelligensebbnek tűnik. Tehát én őt nem bántom, meg szerencsét hoz. Tehát meg amikor felemél a csápjait, az olyan, mint nem tudom, nekem az már valahogy egy ilyen, én szeretem, hogy nem félek a pókoktól. Tehát semmi bajom, papír rá, vagy pohár, papír becsúsztat alá, fölemel, és a papírral együtt pohár kiviszi. Gyerekét imádja, minden sarokba fog egyet. Csak nehogy most holnap megírja a hvg.hu, hogy Balázsik ölése szólítottak fel. Aha, kiröhögték a pókokat. Csak igen, mondom, tele helyesírási hibáccsal egyébként. Én csótányokat se bántom, nincs ok, de nem bántom ők. És a pincebogarakat, a pinceászkákat. A pinceászkákat. Az meg ez a bodobács? Nem, a pinceászka az a szürke, és olyan, mintha közelről megnézett, mintha ilyen őskövület lenne. Egyébként az is, mert hogy gyakorlatilag itt maradt, ki tudja, júrakorból, vagy nem még pince a júrába. Adjak már azt, mert őskövület akkor nem a pinceászka. És aki egy brachiosaurus a pincét, mert azokat se bántad. Az ászkák iszonyú aranyosak. Tehát én tök helyesek. Kint vannak mindig velem a sufniban. Nagyon helyesek. Soha nem bántam őket. És kiviszed őket? Őket is? Nem, ők kimaradok. Ja, őket. Valószínűleg azért szeretem őket a legjobban. Aha. Az összes rovar közül, mert ők kint akarnak maradni. Mászka nem hülye. Ja. Nem. Hát figyeljetek, nekünk egyszer téli időszakban volt egy egerünk. Elmentem a közeli barkácsboltba, és mondtam nekik, hogy ez van, mit tudnak ajánlani. Mondták, hogy egérragasztó, mert az a leghumánusabb módja. Egérragasztó? De ez mit jelent? Oda rakod egy kis kaját, és mellé ragasztó? Kiteszel egy kartonpapírt, rárakod ezt a ragasztót arra az útvonalra, ahol tudod, hogy közlekedik, és beleragad a szerencsétlen egér, és ott marad. De ez olyan ragasztó, hogy nem tudod, mivel leszedni. De ha ráfolyik mondjuk a bútorra, vagy bármire, a higítóval se szeded fel. Te, hogy papírra rakod rá, ráöltöd, mekkora papírra, az a lényeg, nekem mindig mindenről lefolyt, és mindig mindenhez odaragadt, úgyhogy egy gusztustalan módja annak, hogy egeret fogjál, ráadásul tényleg beleragad az egér, és úgy képzeljétek el, hogy egyszer hallottam, hogy ez megy kint. Ó, mondom, beragad. A bácsi. Mm-hmm. A bácsi is. Járkál a bácsi, igen. És amikor fölemeled a papírt, és ott néz szerencsétlen egér, így odaragadt a farka, és nem tudod kiszedni, tehát az nincs, hogy leszeded róla, és elengeded a kertbe. Amikor leszeded, leszakadnak a lábai. Hát én szajtottam, és kidugtam a kukába. Mit tudtam volna csinálni? Ó, még lehet, hogy most is ott ül. Így van. Már nem annyira kapar. Uh-huh. De hát most igen, azóta nem, akkor utána volt még egy, akkor nem, igen. Hallod éjszak a hangját? Nem, hát ott az előző lakásunkban volt ilyen. Aha, ez is költöztetek el. Ja, az még vissza-vissza. Köszönöm. Egérgyilkos. És akkor utána vettem klasszik egércsapdát, és az lecsap. A szúnyog meg a légy, azokat én nem tudom sajnálni. Azokat érölni? Tehát azt lecsapod? Azokat, ha tudom, igen. Aha. De a pók az már nem, mert ritkán, van nem szeretem. A pókot nem bántom. Én a pókot nem bántom.
szunyogott sem mindig, de nem tudom. A légy, mint a sportot üzne belőle, idegesítsen. Vannak azok a kicsi legyek, tudod, amik úgy szállnak rád, hogy arrébb rád száll, elhesegeted, de azonnal visszaszáll. Igen. Tudod, van ez a típusú légy. Arrébb megy, és megint ráül a karodra. Rá legyintesz, megint ráül a karodra. A pofádba röhög. Igen. Tökre és kinevet. Az érződik rajta, hogy így ide, hogy engem akarsz elkapni, kell fel korábban. Van a lámpa körül körözős lassú, az nem, nem csinál semmit, az nem zavar, az csak köröz a lámpa körül. Van a testedre rászállós, mindig visszaszállós, és van ez a nagy, ez a nagyon zümmögő. Igen. És a hülye hímszúnyog? Én jó, napira hímszúnyogat nem bántom, de ez a természet egyik nagy tévedése. De mindig szenved. Mindig ilyen az éjszakai lepkés, azt se értem. Azok csak ott ülnek a fürdőszobában mindig, semmit nem csinálnak napközben, azokat se bántom. Szépen be a pohárban. Szegény kanszúnyog. Tehát, hogy az egész egy ilyen tréfa. Tehát, hogy így látszik rajta, hogy ez a menekülni akar, nem tud, bárki bármikor el tudja kapni, semmire nem alkalmas, nem tud szúrni, nem tud semmit csinálni, csak ott megy ott izével, ilyen 0,00000 per méter per szekundummal, és bárki elkaphatja, bárki elpusztítja, hogy szegény, picit olyan, mint én. Na mindig, Balázs, kell. Vakondatok nincsen? Az is állítólag nagyon nagy verés egyébként, ha vakondjon a kertbe. Hát állítólag az meg akkor találja meg a kertedet, amikor frissen gyeptéglázol. Aha. Tehát akkor tudja tönkretenni az egészet. Nem tudom, az előző lakásunkban volt, vagy az előző lakásunk kertjében, nem a lakásunkban, nyilván a kertben volt, néha úgy megjelent. Már fura gusztus egyébként laminált padról helyett bent a lakásban. De azt mondják, hogy ez a vakon riasztó, amit így leszúsz, az semmire nem jó. Tehát, hogy körbe röhögik, azt is megkerülik. De egyáltalán nem érdekli őket, és konkrétan tönkre teszi a kertedet. Nekünk volt a szomszédban, akinek volt vakonja, azt láttam fontosan, mentem haza autóval, és hatalmas lapáttal rohangált a kertbe, és minden egyes ide rávert egyet, és mondta, hogy fia, nem fog, ez nem hülye az a vakon, és beleőrül. És ült a kertbe, és figyelte a kertet, nekem mesélte, és látta, hogy így elkezd mozogni. Oda ment, és egy szívlapáttal, hogy rohadt nagyot rávert a földre. Egy napig nem történt semmi, azt hitte, hogy megölte. 5 méterre tőle megint jött föl a vakond, és elindult egy ilyen üldözés. De nem tudta elkapni. Semmit nem lehet elkezdeni. Ezek a baj leszúrós vakondriasztók se érnek semmit az ég egyet a világot. Ezért mondják azt, hogy vakondhálót kell tenni, mielőtt lerakod a gyertiglát, és akkor az visszahagyja. És ezzel nem tud átjönni, igen. Igen, de állítólag az is, hogyha az oldalát nem rakod rendesen, vagy nem szúrod rendesen, és akkor megkerülje az egészet, és úgy bújik alá. Ezért kell megvenni a Megaturbo 10 000 lomb fújott bele a lukba. Szóval, ha valakinek van valami ötlete, akkor az mondja. Csoda ember, mondom neked. Csoda ember. Mondom, majd megadom a telefonszámát. Csoda ember. Van ott még valami, amit le lehet vágni, meg lehet metszeni, vagy lenyírni? Nem tudom, hogy egy ilyen ért csak így kimegye. Nem, ezt a sövét fel kell gyújtani már. Hát, szeret komplex munkát végezni. Ja, figyelj, akkor már az utca. Hogy felseper rendetlak, lenyírja, megmetszi. Tehát, hogy nagyon komplex. Egy nagy komplettet kérjél tőle. Lenne mit csinálni. Aha, még van egy megoldásod, de az a végső tényleg, és akkor egy picit elidengednek ott az utcát belőjek, csali a szomszédba. Igen, amikor már nálatok nem marad semmi, dobját egy fél tuját a kert szomszédba, és átmenek utána. És szórják el morzsákat, hogy merre menjenek. Az a baj, hogy nem tudsz minden vegyszerte megvenni. Dehogy nem. Igen? Nem, van olyan, ami engedélyköteles. Van, ami engedélyköteles, és szerintem ő olyan vegyszert hoz neked. Volt 8 féle vegyszer, én ebből az egyiket próbáltam ki. Most elmegyek holnap a gazdaboltba, és megmondom, hogy adják az összeset, összeöntöm, és azzal fogom. A Zahair száma megvan, nem? Maradékot pedig elkortyolgatom. Igen. Hát Gyuri, kitartás, én ezt tudom milyen. Körülbelül másfél hónapig küzdöttünk a hangyákkal, a Vikivel egyébként, mire végleg most visszavonultak. De szerintem csak szerintem nagyon csend, úgyhogy valószínűleg forralnak valamit egyébként, igen. Azt mondja, hogy igen. Bali, jött egy hangy egy hatalmas szívószállal, és felszívta a sütőport, kérdezi valaki. Bali, a nyestet mivel írtottad ki? Nem írtottam ki, ő eltűnt. Volt nyestünk is egyébként. A nyest az viszont utálja az ecet szagát. Nekünk volt a kert végében, és oda spiccelsz egy kis ecetes vizet, és megőrült tőle, elszalad. Igen? Aha. Nem szereti? Igen. Az a bejegyzék mindig olyan dolgok, hogy valami viszont van, ami szereti az ecet szagát. Tehát, igen, hogy elődözed a nyestet, és valami jön helyette. Szomszéd. Van, akinek macska bagoly volt, nagyon kemény, úgy sír, mint egy csecsemő, 1 és 2 óra között. Nem, hát, hogy néz ki ez a macska bagoly? Attól azért be lehet fosni. Képzeld, megszólal egy gyerek a kertben, egy gyerek sírása kerül. Én is hallok olyan hangokat, nem is tudom, miből jön. Igen. Káli szappan tuti leszedi, kiszárítja őket, 1 kiló, 5 liter vízben oldva. Nem kell védő, tudsz, nem káros. Írja valaki. Azért ezeket kezert fenntartása, de nézz utána, az simán lehet, hogy jó. Káli szappan. Hideg zsíroldó.
tuti megpusztulnak. Adjál nekik. Sövény is. Olcsó és jó. De a sövényed már kipusztult. Igen, nem? Egyébként most már kezdem elengedni. Tök mindegy. Tehát most már azt hiszem, hogy csak... Akkor gázolaj. Csak a tippek. Gázolaj. Ha azt se gyújtsd meg, jó a műsor ideje. Én meggyújtanám, tehát, hogyha nem lenne körülötte a ház, meg nem lenne körülötte a szomszéd súfnia, ami hogyha véletlenül lángra kap, akkor elejt. De ettől nem tudok, akkor megmondom, mit csinálja, fogj egy dezodort, gyújts meg egy öngyújtót, menj a dezodorral, és nyomd ki a dezodort, és égesz szét őket. Ne, föl fog robbanni a Juli, ne látsz. Semmi, komolyan mondom. Hát, azt nem megyek az végig. Megűz 1 millió, micsoda? Az. Te hogy kamu? Nem tudsz dezodorozni. Ha valakinél van egy dezodor, fogod az öngyújtót, és meg kinyomod a dezodorát. Persze. De igen, anyám impulsz dezodorát, azt így égettük el az összeset. Nem tud berobbanni visszafelé? Ezt mondom én is, hogy ott robban be. Nem tud berobbanni. Nem, soha nem robban, de csak azt nézd meg, hogy milyen irányba fúj. Én ilyen malicia UOMO-val el vagy egy hétig, kiírtod az összeset konkrétan, igen. Acetonos féktárcsa tisztító, Juli, figyelj, jegyzeteljem, feloldja az összes rovart. Azért az milyen, amikor itt kicsi rovar vagy így, vagy egy kis bogár, hogy ott mászkálsz a falon, és csak megérkezik egy nagy darab ember, és rád locsol valami lehetetlen szagú folyadékot, és pezsegni kezdesz, föloldódsz, és tudod, hogy vége van. Nem? Van, ez milyen könyörtelen az ő életük. Végre nem csak egy pete vagyok, hanem vannak lábaim is. Igen, pont tegnap vettük észre mi is ezeket a hegynyugat, mocskos kis dögök. Mivel a bokor nagy részét már felfalták, nem vacakoltunk, rátoltam egy flakon kemotoxot. Szinte hallottam, ahogy visítanak. Isteni érzés. Reggere tele volt a föld tetemekkel. Figyelj csak, valaki azt írja, akkumulátorsavat adjál nekik. Az is jó. Az nagyon jót tesz egyébként, főleg a talajvíznek. De hogy nézzétek egyébként az SMS falat. Tehát, hogy ez mindenki ért hozzá. Közügy. Persze. Ez közügy. Mindenkinek problémája van. Mesztelen csigát, hogy kell írtani. Figyelj, bárhol. Sorban. Ha kertesházban laksz, azért, ha panelban laksz, azért, ha társaság, mindenki küzd valamivel. Tehát mindenhol van. A panelban ugyanúgy vannak állatok, amik egyszer csak megjelenek. Csótány, hangya, az ugyanúgy. Igen. 4 egerem van a műhelyben. Minden jóval letettem őket. Legalább nem az autókábelt rágják. Állatbarát vagyok, írja egy hallgató. Hát én állatbarát vagyok, de basszus, amikor minden nap takarítanom kellett az S-szájgot, mert ez a szerencsétlen éjszaka végig. Az S-szájgot, mint a nagymamát hallanám. Oké, rendben. És tényleg ki kellett hozni a ródlit. Tehát minden fiókot reggelre ki kellett húzogatnom, ki kellett takarítanom fertőtlenítenem, mert ez rámászott, rápisílt, rákapott, és éreztem a szagát, akkor azért az embernek elmegy a kedve itt a nagy állatvédelemtől. És kézzétek el, az például nálunk az a szerencsétlen egér, az utolsó, az úgy pusztult el, hogy egyébként a mérget ezt zabálták, tehát semmi bajuk nem volt tőle. Az utolsó az úgy pusztult el, hogy betettem, mi volt, egér? Igen, betettem a mosogató alá egy egércsapdát, kinyitottam az ajtót, mert hallom, hogy kapargászik, és mintha arra vált volna, hogy én a haláltusáját lássam, kinyitottam az ajtót, ott volt, behajtotta a fejét, rácsapott az egércsapda, és az utolsó mozdulatával az összeépített, beépített, igen, konyha mögé egy ekkora résen így beesett, ami be volt építve, tehát hogy nem lehetett szétszedni, tehát beesett hátra, amit onnan az ember ki nem szed. Azt olvastad a szájra, hogy tökömmel! Basztus, mindezt a nem csinált az ujjacskájába egy olyan oké jelet, és nem úgy ment be a konyha mögé. Nem, az egy ujjat, igen, egy oké jelet, mint a terminátor. Minden négy lába. Mindezt a 45 fokban nyáron, ott álltam, próbáltam szétverni, az ékeket, kerestem a csavarokat, semmi nem volt rajta, hogy kiszedjem, hogy ne oda rohadjon be, és akkor végül megkértem a szomszéd bácsit, aki ilyen másfél órás munkával valahogy kikaparta, ilyen hosszú dróttal kihúzta az egeret, a csapdástól, minden este. A biokilt, ezt többen írják, hogy ez egy tuti tipp egyébként, hogy ezt csináld, ez jó. Vagy a gyomírtó, ezt is mondják. Hát akkor ott neki esetleg. Vakontúrásba gázolajos rongy. Nem bírja a szagát a vakond? Átmegy a szomszédba, igen. Uh-huh. Szóval megvan mindenre egyébként. Megvan mindenre a tipp. Na jó, van, Júli, kitartás, nem tudom. Nem akarod hazavinni, megmutatni a Beninek? Hát lehet elviszem horgászni őket. Elviszem. Mióta megkaptam a Feritől zseppecát, azóta minden nap készülünk a tóra. Na, horgászni megyünk. Nagyon fogjátok élvezni. Amit szinte nem értek, hogy annyi van, hogy miért nincsen a madár, ami megeszik. Tehát tele van a kertünk madára. Miért nem zabálják meg? Hát mert már felzabálták a madarakat is. Valahol ott vannak azok a madártetemek. Valahol néz körül a ház körül. A végső a beton. De szép báb, jaj, nem is báb. Az egész kertet. Abból nem lehet gond. Nálunk van egy-két ilyen. Azt hiszem, valaki nem kell dezodor, féktisztító. Nagyon király, amikor ég, mintha tűzzsonglőr lennél. Igen, amikor rohangálsz a meggyulladt ruhádra. Azt képzeld el, hogy hány beteg perverz ember fújja és éget, és nézi, hogy ezek kiabálnak. És igen, és szépen elég meg. Fahéja hangyák ellen, ezeket imádom. Ezeken mi mind végigmentünk. Szórjál ezt, szórjál azt. Úgy elhordják, mint a húzat. Mindegyiket.
Na jó, a Júli, kitartás neked. 3-4-10 lesz pontosan 5 perc múlva. Jövünk, mindjárt vissza. Morning Show, Morning Show. A Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3-4-10 múlt, pontosan 2 perc álló mindenkinek. Gyerekek, szegény állatok, olvasom ezeket a pusztításokat, amit az emberek csinálnak, hogy illatosított tisztítószerrel fújják le a hangyákat, dezodorral üldözik az egeret. Hihetetlen. Gásprével ment valaki a Spaceban garázdálkodó egérre, sikerült telibe fújnom. Sikítva leugrott a pincelépcsőn. Mondanom sem kell, én is majdnem belefulladtam az ártérben, jó buli volt. Mit kapnak az állatok, szegények? Az nagyon kemény, hogy ki milyen problémákkal küzd. Vakond ellen a legjobb, ha másnaposan belepisílsz a lyukba, soha többet nem megy arra. Mosóport szórtunk a hangyákra, csak figyeld ezt a pusztítást. Mosóport szórtunk a hangyákra. Nem tűntek el, de legalább tiszták lettek ki. A hernyó és a csiga utálja a tojás szagát. Aha. Kérdés, ebből most mennyi működik valójában? Anyós ellen valami tipp, kérdezi valaki. Szódabikarbona, ecet, aztán végük van. Piros fagyáló, bele kutyatáp, a nyestek szeretik. Aha. Hány állatot öltek már így meg? Csak a szegény nyest, ott érted, napokig vagy órákig hentereg a fagyáló okozta mérgezésben. Igen. Vakondra fokhagyma. Az is nagyon jó állítólag. Műtrágya. De mibe kell kenni vele a vakondot, mert az azért marha nehéz. Igen, műtrágya, egy kis hipó, és azonnal vakon temetés van, vége. Vakon durásba slag. Hát, kemény. Királyvíz mindegyiknek. Hát, szerintem benned, hogy mit kérnek egyébként. Hello, Csabi, jó reggelt. Jó reggelt, szevasztok. Nálunk óriási keresztes pókok vannak, képzeljétek. Nagyon dúták. De van, amelyik tetszik, csak hogy ne kelljen pont akkor bemenni a labdáira bokorba, amikor éppen ott van. Igen, csak ne a Laura arcán másszon, amikor felkelsz, hogy kimenjél mondjuk a WC-re. És most már a bejárati ajtót is megtámadták. Valamelyik nap kiléptem, és ott fönn a bejárati ajtó fölött láttam egy hatalmas nagy hálót. Na mondjuk azt megszüntettem. Mert amúgy én ilyen babonából nem vagy a babonás, de azt tudom, hogy a pókot nem szabad megölni, ugye? Tényleg nem vagy babonás, nem. Tényleg. Az nem a szerencsétlenséget hozzá, pókokat nem szabad bántani. Nem, tehát, hogy nem ölöm, mert csak arrébb teszem. Tehát, hogy én tudom, hogy képes szűni bárhol magának egy másik hálót, hogy aztán a hálót tüntetem csak el, magát a pókot nem. Álljátok, álmodban megeszel egy csomót. Ez a tudta, de hogy, de hát nyilván aztán ez ilyen rovadban olvastam, de hogy álmodban ralszol. Látod, ez van, hát figyelek az étkezésemre, meg sportolom, hogy minden, mégis hízom. Szíves hülye ez a bálodban a pókokkal. Milyen hülye pókok vannak nálam, zsírként egyből rám rakódnak. És akkor még örülnek, hogy ez a szongáriai csellőpók, ami a legnagyobb az országban, ami 10 cm-es nagyságot is eléri. De ilyen az nem jelent vastag még lába van. Nagyon durván néz ki, egyébként ilyen magyar madárpóknak is szokták hívni. Nálunk volt olyan a kertben. Mert hatalmas. Volt olyan a kertben, ő a földben lakik, egy lyukatás, és a lyukon belül van a hálója, és aztán egyre befogtunk. Volt több ilyen lyuk, nem tudtuk, hogy mi az, és aztán egyikből egyszer kimászott egy ilyen. Na most képzeld, hogy a Rómeó oda megy hozzá. A Rómeó fontozta le, tehát oda ment és lefotózta. Apa, nézd meg, mit találtam! És ott a tenyérén ott ül egy ilyen rohadt nagy madárpók szerűség, mert nem az. Rómeó biztos, hogy előző életében egy tibeti buddhista volt, mert amikor mondtam, hogy jó, akkor most hozzuk a benzint, és nem tudom, tapossuk agyon, akkor mondta, ne! És meg kellett fogni befőttes üveggel, és ott a határba kivittük a helyes. Meg azt is mondtam még, hogy jakhúst akarok, és a rohadt kínai. Igen. És minden este jakvajest eltiszik. Na jó van, voltál futni? Voltam tegnap. Tegnap mentem. Most mondtam, hogy most átváltottam a délutánira. Más? És teljesen más. Hát reggel azért, amikor az ember felébred és egyből neki áll futni, akkor egyrészt a sebessége, a lendülete és a kedve sem olyan. És eddig 35-36 perc alatt futottam le ugyanazt a távot, ezt a 6 kilométert, amit szoktam, és tennem 33 perc alatt sikerült. Az egy maraton. De nem, hát 2-3 perc javítás egy ekkora távon szerintem az kifejezetten jó. Igen, tehát valószínűleg jobb ez a délutáni. Nagyobb lendülettel futottam neki. Az jó. 6 kilométer? Igen. Heti háromszor? Heti háromszor, minimum. Meg hát mellette azért még néha elmegyek úszni, bár mostanában már ritkábban voltam, és focizom a gyerekekkel a kertben, tehát azért van még mozgás mellette. Néha emelgetek némi súlyt. El vagyok én most. Helyes. Kösz. Ne, tényleg jó ez, jó ez. Van egy trafink a 47-esen, Hódmezőről Orosházi irányába tartókat mérik, ezt Kornél küldte nekünk. Köszönjük szépen. Hívod? Hívom. Hívjuk a nap hallgatóján. Mi tényleg, ez? Nem jó ember az országban egérnek lenni. Ahogy olvasom az SMS-et. Mok, nincs,
szépen tagoltam. Hello. Hello. Jó reggelt, Kakasos? Jó reggelt, én vagyok a Kakasos Gábor. Gábor, hello. Tudnunk kéne, hogy miért Kakasos? Beszéltünk már, amikor kukorékolt? Vagy ez egy máshonnan jövő becenév? Nem. Én egy szállító vagyok, és az autóm oldalán van egy szép kakas. Ja, akkor ezért. De jó, hol vagy most helyileg? Tétényi úton, itt vagy Budapesten. Igen. Jól van, ugye a hamis nyelvvizsga bizonyítványokról beszélgettünk, ki, hogy szerezte ezt meg régebben, mennyibe került, ki csináltam, sok érdekes SMS-t kaptunk, voltak hallgatóink is, te is hozzászóltál ugye SMS-ben a témához, és azt írtad, hogy 5 kilóért most is van olyan érettségi, hogy az osztályfőnök emlékszik rád. Ezt nagyon szerettük egyébként. Valós a történet egyébként, sok évvel ezelőtt én hozzákezdtem, hogy majd estén elvégzem, de munka miatt nem sikerült, és utána egy ilyen sokat látott ismerősöm, aki éppen mindennel foglalkozik szerintem, meg nem is annyira hivatalosan, ő ajánlott ezt én nekem. Hogy, te szépen fogalmazod. Hogy még az ófő is rábólint? Olyat szerez nekem, hogy az osztályfőnök emlékszik rá. Jó. Soha nem fogom elfelejteni. De jó duma volt. Szerettük, úgyhogy te vagy a nap hallgatója. Jó? Küldünk neked egy szép kis ajándékcsomagot. Jó? Köszönöm szépen, minden jót. Köszi, hogy minket hallgatsz, ciao. Hello. Csabikám, mi újság, remek zenék? Hozok egy olyan dalt, amiről azt fog kiderülni, hogy a világban nagyon-nagyon sok Michael Jackson rajongó zenész van, és olyanok is, akikről azt gondolnád, hogy teljesen más felé kalandoznak el. Van ez a Chris Malinczak nevű fiatalember, meg a Miki Echo, akikről korábban... Őket szeretjük. Chris Malinczak, meg a Miki Echo. Az Echo, hát addig még van Echo. Rajtatok kívül tök sokan ismerik és szeretik. De mi őket. Is már mondtad őket, hogy azért csak megjegyeztük a nevüket. A Miki Echo például úgy tűnt fel, vagy úgy vált híressé, hogy a Rihannával énekelt egy duettet, a Stay címűt, meg dolgozott David Guettával is, tehát ő azért egy nem akárki, és most írtak egy olyan dalt közösen, vagy hát előadnak közösen egy olyan dalt, az a cím, hogy Stranger, ami akár Michael Jackson dal is lehetne, vagy egy Michael Jackson feldolgozásnak is tűnhetne, úgyhogy a Jacko rajongóknak biztos tetszeni fog. És a Malinczak, az cseh? Nem, egy ilyen brooklyni. Igen, olyan fura. Lehet, hogy vannak a felmerői között egy brooklyni ilyen house DJ, meg zenei producer. És a Miki Echo? Miki Egernek a nagy testvére. Azt hittem, hogy Judy Alfának. Féltem, hogy ez elhangzik, reménykedtem benne, hogy nem mondjátok be, de ezt is megértük. Miki Eger vízhangja. Miki Eko. Na ez viszont jó. Ez jó. És a hangja is olyan egyébként. Jó van. Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, szeretnétek tőle dalt kérni. Jó, mi pedig jövünk holnap, és holnap már mondom, hogy visszatér a mi Gáborunk újra. Jó, Istenem! Végre! Mr. Puliszka! Finomságokat jön már, értekeztem bele. Jó lesz a témánk is, úgyhogy holnap jön. Hallokán iszonyatos fehér folt, ahol körbesült ugye a számháborús kis, hogy hívják, rendszámtáblája. Körbepuszilgatom, megölelem, és oda bújok hozzá. Úristen. Jön az én kis barátom. Most, ha ezt hallott, már beleborzom. Az egyetlen ember, aki megérti, hogy miért eszem zabot rá. Jön a kis barátom holnap, 8 óra után. Jövünk, mi pedig 6-kor. Sziasztok! Sziasztok!